A műsort a Burn és a Lee támogatta. Dob utca 3. Felvétel, helyszín, 4K Raiders. A ruháimat a MyBrand tervezte és gyártotta, akik élen a merchandise-ban. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, szavaztok, én Miskolics, Marci vagyok, Robok tovább a Káosz Podcast harmadik évada. Volt egy kisebb kihagyás, ugyanis képzeljétek, hogy elköltöztünk, és abszolút nem tudtam forgatni kicsit kis voltam idegileg, de most már megnyugodtam, ugyanis újra itt vagyok a stúdióba, újra hívtam vendégeket, és szerintem egy nagyon-nagyon jó beszélgetés lesz, ugyanis mindig megkapom tőletek, hogy csak csávók vannak, nagyon csávós oldalról közelítjük meg a témákat, nagyon egyoldalúak vagyunk, ezért arra gondoltam, hogy a mai adásban legyen fele, -fele az arány, tehát két csávó és két csaj lesz a vendég. Viszont mindezek előtt, miatt leleplezzük az, azt, hogy kik vannak itt, YouTube premier után az összes digitális áruházban ott vagyunk, és nagyon fontos, február végén zár a shop, a Chaos Shop, úgyhogy addig tudtok mölcsöt venni, utána a következő droppig egyáltalán nem lesz semmi elérhető. No de, vágjunk is bele a mai adásba. A stúdióban ára, Niko és Bruno! Micsoda brigád, gyerekek! Azt a mindenit! Első körben, szerelmem, veled nagyon-nagyon fura ilyen interjúszítóval találkozni, csak azt szoktam meg, hogy otthon vagyunk, ö, nyugalomba, ehhez képest itt vagyunk egy stúdióba, és beszélgetni fogunk. Izgulsz? Hát őszintén mondom, egy kicsit izgorak. Ez egy ilyen fura szituáció nekem. De tőlem félsz, vagy a Brunótól, vagy így mindenki? Attól, hogy beszélgetni kell vele. Leginkább tőled pedig egész nap együtt vagyunk. Hát igen. És hát, hát, beszélgettek. Igen, és sosem, igazán ismersz is azért. Na, de hogy mizu, mizu veletek, mi újság, Sára, mit csináltál ma, merre voltál? Nyolc vagy... óta dolgozom, szóval kicsit fáradt vagyok, de mindjárt felpörgök majd. Na, király, de te beszédes vagy amúgy kamerákon kívül, te mindig nagyon sokat beszélsz, és, és nagyon so érdekes meglátásaid vannak témáról, úgyhogy itt ne hagyd kérlek cserbe. Bruno? Köszönjük. hát én nem vagyok megilletődve úgy, mint a csajok. Én tökre vártam ezt a beszélgetést. Nagyon rég voltam már egyébként magamhoz képest, hogy én gyakran visszaszoktam térni Igen, hozzád. És szerintem én vagyok az a vendég, aki leg, legtöbb, leg, Én voltam hogy a Kristófa Milánnal, én voltam ugye a Petivel Milánnal, Igen. voltam most a és is, szóval lassan már úgy kell engem behívni, hogy mint állandó. Meg társműsorvezető, ugyanis a zsákba macskát amúgy leforgattátok, azt már elmondhatjuk. Igen, szóval igen. is társműsorvezető volt, -e, az jó volt amúgy? Az király volt egyébként. Nyilván a petivel sokkal könnyebb dolgozni, mint veled. Tehát ez alap. De, att de attól, függetlenül, amúgy azért veled is szívesen dolgozok, akármikor is. Te na. hívsz, mindig szívesen eljön. Na, vagy ezért szeretlek. Ezért mondom, hogy felrobban a ferobal a stage. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor nemrég kijött ugye a lokám, közös dalotok, ö, számítottatok arra, hogy ekkora siker lesz, és ilyen jó visszajelzések, amúgy tényleg három milliónát tartalán egy hónap alatt. Pont három millió van egyébként. Siker a vezető. Igen, tényleg nagyon profi vagy. Hát, hogy érted, hogy számítottunk arra? Hogy, hogy, gondoltátok, hogy akár ez a kombináció, te még nem nagyon énekeltél csaja, vagy nem tudok róla, tehát hogy a női hang az, az jól fog passzolni, hogy gondoltátok, hogy ezt is szeretni fogja a közönség? Az, hogy kiadsz egy szólodat vagy egy a spákkal, nyilván ezt tudod. Ez az egész folyamat ez úgy jött, hogy alapvetően én akartam csinálni, ugye még ilyen latinosabb szóló tematikai dolgokat. Uh -huh. Ez a dal ez úgy elkezdődött, így valamilyen szinten annyi volt az ötlet meg, hogy tudtam, hogy azt akarom majd a refrénbe csinálni lokká. Okay. Ennyi volt meg, Isten a igazából össze-vissza szavak, egyébként ez meg is maradt, ugye, mint hallott, semmi összefüggő gondolat nincs benne, de azért van, és hát úgy az egész, hogy én kitaláltam azt, hogy én szeretnék egy ilyen dalt, de úgy valami, úgy, úgy éreztem, hogy ez még még elférne valami. A Spáklaci ugye most nem ebben a latinos dologban mozog, hanem egy teljesen más tól, és akkor így gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne megcsinálni, és akkor nekem már régen a fejemben volt az, hogy a Sárival valami közös dalt csinálni, csak tudod így, Nehéz ezt megfogni, mert alapvető helyzetben én nem szeretem az ilyen nagyon szerelmes dalokat érte. Uh -huh. Tehát, nem, tehát én, én, azokat a daloktól, amikor tudod, arról van kifejteget, vagy mennyire szereti a másik, és hogy nélküle nem lenne semmi, és akkor feleség, meg gyerek, meg tudod, ilyen állatok mennek el egy dalba, szerintem az kicsit sok. És szerintem, tudod, azt, ez is valamilyen szinten egy ilyen romantikus dal, csak tudod, ez kb. annyira romantikus, amennyire max, super max tudok élni. Tehát, hogy őrült lány, meg érted, ilyen, ilyen szavakat tudok itt ja. hozzáfűzni, meg hozzávágni a sárához, vagy a esetben igazából a sárához, igen. De hogy ö, hogy ez volt az a zenei. Tehát, hogy mindenféleképpen akartam, amikor egy olyan dalt, ami nem arról szól, hogy gyere ülj rá az arcom, mm. meg nem arról szól, hogy, hogy vakmeleg, meg a tököm, tudja ilyenek, hanem tudod, egy kicsit olyan, hol ritkán van az, hogy én akármilyen szinten így egy minimális érzelmileg is megnyílnék, szerintem. Igen. Alapvetően sem vagyok egy ennyire nagyon ilyen srác, pláne így az embereknek, el, emberek előtt meg extrán nem egyébként. Mm. De így szerintem ez volt a leg, legjobban meg lehetett fogni az arany középutat, hogy azért legyen benne egy kicsi ilyen a romantika is száll, de azért mégis olyan arról, mint a legtöbb latin, de egyébként a, az életről, meg arról, hogy, hogy jó a vibe, lehessen rá táncolni, meg ilyen dolgok, és ez a ilyen sár... ilyen érzelmes dolog. Igen, igen, ja. hozzám képes. Aztán meg a Sárit megkérdeztem, és mindenki itt le kell szögezni, itt nagyon sokan szokták azt gondolni, mert a Sári kifejti azt, hogy itt, itt úgy nézek hogy a Sári könyörgött nekem, hogy létszél közös dalt, csináljunk. Sokkal inkább az ellenkületje volt, igen, mert wow. Sári, de azt ő is kifejti, majd nem akarom itt előled elvenni a szót, de hogy, így, hogy mondjak igen, majd. hogy alapvető helyzetben a Sári, ismerős, amúgy, ismerős. a sárja amúgy nem feltétlen szereti azt, amikor olyan szituációba keveredni, ahol úgy érzi, hogy neki úgy magyarázatot kéne adni az embereknek, hogy miért van itt meg ilyen dolgok, hogy miért vele történik ez. Pedig sokszor sikerül. Pedig sokszor van ilyen helyzetben egyébként, igen, de hogy például ennél a Danna is érted, itt most benne volt az, hogy az emberek azt fogják gondolni, hogy a sár egyébként miért van benne a dalba, mi, miért akar mindenki énekes lenni, meg, meg, hogy tuti, hogy most ő csak azért van ez, mert hogy szeretné, hogy akkor többen hallgassák meg őt is, mint előadó. Most ez azért lehet több helyről szerintem megcáfolni. Egy, ugyanis én kértem, az én ötletem volt, én győzködtem róla. Ő nem szeretett volna ebbe a projektbe feltétlenül minden áron benne lenni, egy, egy, nehezebb szülés volt. Kettő, meg hogy miért van benne alapvetően egy dalba, szerintem az magáért beszél, hogy, hogy, ő érted egy olyan bocsánat, ezt a szót használom, mert nem tartanak influencernek, de így az emberek. Szia, az em nem, csak kifejti. Igen, azt, most mondhatnám azt, hogy érted, rengetegszer szokott lenni az, hogy az emberek beszólnak, hogy ez az influencer mi a tökömért kezd el zenélni. De szerintem nálad nem az a helyzet van, mint egy-két másik influencer, aki kitalálja, hogy elkezd zenélni, mert igazából szabad ideje van, meg pénze van rá, hanem érted, egy olyan csajszi vagy, akinek alapvetően a zenélés már nagyon-nagyon kiskor óta az életében szól, neked ez De régóta. Igen, hogy ne, igen. ezt azért mondom ki, mert nekünk brigádon, meg társakon belül egyértelmű, a sári tud énekelni, és jól tud énekelni. De azoknak az embereknek, akik kivel, akik nézik, nekik ez nem annyira egyértelmű, nem jót a téged ismernek, mindig vagy éneklős műsor, vagy éneklős vetélkedő, vagy, 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 vagy. karokizás, meg ilyenek, és hogy és hogy visszatérve, hogy szerintem most jött el az a pont egyébként, hogy a Sári is talán most érzi azt, hogy eddig mindig szerette ezt a műfajt, de nem tudta, hogyan keveredjen bele ebbe az hmm. egész iparba, viszont szerintem most már készen arra, hogy páros lába berúgja az ajtót, és legyen végre itthon nem egy-kettő-három darab értelmes női elodónk, hanem legyen akkor már négy-öt. Mind a kettőtökre. Igen. igen. És pont ezt akartam mondani, csajok, hogy mind a kettőtöknek amúgy kijött szóló dala is, tehát nem, nem csak a lokál volt, hanem neked is szóló, neked is szóló, mik voltak a visszajelzések, kinek mi volt, meg mit mesélnétek el erről. Én ilyen nagyon izgultam, de én már Búnos teljesen izgultam. Ott inkább azért, hogy ú, ne azt mondják, hogy ez nem lesz jó, hogy az első dalom az bele van, uh -huh. felmászok a hátán, stb. Na kicsikét én így ilyenkor félek, nem látszik rajtam, de évek, hogy nyújj, ne légy, cím, ne, ne bántsanak, ne bántsanak. <laughs> És akkor mondta, hogy szarjad már le, le. Nem véletlen van az, hogy nekem például most a pánik, ami kijött, az már két éve kész van. Tehát mm -hmm. én azon két éve ülök, de féltem kirakni, mondom, ú, nem, nem jó, még nem jó, még nem, inkább nem. És akkor most így emiatt, amúgy, hogy a Bruno ezt kiraktuk, mondtam, hogy jó, akkor szeretnék akkor és bocsánat, hogy a szavatokba vágok egyébként, csak fontos megmondani, hogy miért ilyenkor jött ki a dal, meg miért ebben a sorrendbe. A Sári szerette volna, hogy neki saját szólódala hamarabb menjen ki, csak én pusoltam egy kicsikét, ugye a Petiek előtt mi voltunk az arénában. Igen. És én mindenféleképpen szerettem volna, még ugye ott egy 40-50 perces szettet nyomtunk, és szerettük volna azt, hogy a a tavalyi egy órás szethez azért legyen benne változás amennyire lehet érted. Tudtuk azt, hogy 45 percünk van, jó dalokat szeretnénk oda rakni, amiket ismernek az emberek, és azért is jelent meg ez a dal egyébként december 30-án, mert alapvetően tökre egy nyári, trópusi, érted, nyári flash egyébként az egész dal, és remélem, hogy nyáron majd mindenki visszatér egy kicsikét hallgatgatni, de hogy alapvetően ezekben ez nem egy téli dal, és pláne, hogy a Sári is mondta, hogy ő alapvetően szólókkal akart indítani. De az Ariana ez kicsikét közbe, közbe szúrt, és ugye emiatt ez megjelent már december 30-án, tehát az év utolsó előtti napján, igen. és pont azért, hogy egy, -egy kettő-három hét azért tudjon pörögni meg az aréna előtt, uh -huh. de szerintem a napfény jó volt, mert a Sárinak is az élete első fellépése egy paplász aréna volt. Nem rossz egyébként, nem tartalnak el így. Nem igen. Az is nehéz szülés volt, az is mondtam, biztos nem. Ó, nem? <laughs> az, hogy megbeszéljük a ilyen közös dal, az egy három hét, négy hét győzködés volt. Az, hogy arénába fejön a színpadra, az megint egy három négy hét. <laughs> Tehát nekem ez gyerekek, ez, 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 ez a, ez a, ez a dal, vagyok, Úristen, jó, meg kellett szenvedni. Igen. De, egyébként végül a sár rávette magát, hogy feljön a színpadra, uh -huh. és emiatt, hogy én tökre örülök, hogy volt egy ilyen pillanat is abban 45 perces kis műsorban. Tehát, hogy emiatt jött ez a dal egyébként ennyire gyorsan. Uh -huh. Mert ezzel lehetett volna várni egyébként április-májusig egyébként. A hát, az volt a terv, igen, aztán mondta, hogy ú, mégse. Akkor január el mondom, hogy nekem kell előtte szólni, egy hét kell, hogy én erre felkészüljek. Lelkileg. lelkileg. fel kell készülnem a jóra, meg a rosszra is, kicsit lenyugodok. Erre mondja nekem két nap előtt, te figyelj, kitaláltam, ki jön december 30. 27 nem lett nem volna a 30. Na mindegy, egyébként azért is jött ki, ha jól emlékszem, akkor mert úgy jött, hogy január 1 -a legyen, vagy január 2-a, 3-a, de nem is tudom már, hogy volt. Ja, kim volt a Daninak a Novo no és akkor már nagyon régóta kim volt, és már nagyon jól, jól pörgött, elmondom faszon, akkor most már jöhetem ilyen akkor kis állom. Azért akartad a szilvesztert, hogy akkor mindenki hallgatja. Ja igen, meg szilveszterkor, érted, benn van az a flash, tudod, hogy ilyen... Hallgattuk is. Szemem a személyen, tudod, Azért az, kicsit a szilveszteri csók előtt mindig ilyen. van egy kis megbolondulás, meg ilyenek, és akkor úgy voltam vele, érted, hogy hogy lerészegedve belém szeretne az, ami hmm. pont egy szilveszteri csóknak a hangulata. Na mindegy egyébként. Nikó, beszéljünk mindig, a karrieredről, Mindig amúgy rájövök, hogy a Bruno zseniális üzletember egyébként, és ezt mindig bevizetja. Viszont Nikó, neked te is... Te is az vagy egyébként, ti ketten ez a kombináció. Közös széget is fogunk alapítani. Na, viszont térjünk rá, hát neked is kijött most, és ez valamilyen szinten az újrakezdésről szól ez a dal, meg hogy Erdélyből felkötöztél Budapestre, de mesélj erről te, hogy... Hogy érezted? hát, hát igen, most, most, lesz egy éve, hogy ide költöztem Budapestre. Nem csak a zene miatt, hanem egy kicsit Marci miatt is. <laughs> Na és... Uh... Az kéz a kézben jár a Marci meg az igazából, mert a Marciára zene is van. Így van. Igen. Hát igen, és a zene igazából arról szól, hogy újrakezdtem mindent, ott hagytam, nem hagytam ott a családomat, de egy kicsit ott hagytam, mert most már itt lakom, egyedül vagyok. És ebbe a dalba ez érződik is, ez, 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 ez hogy ezt akartam átadni az embereknek, hogy egy újrakezdésről szól, arról, hogy most próbálom itt építeni az életemet, karrieremet, a jövőmet. Uh -huh. És te is benne vagy egy kicsit. És ahhoz képest én azt vettem észre egyébként, hogy te is nagyon izgultál, mielőtt megjelenik, aztán csomóan megosztották, csomóan egyébként reagáltak rá, nagyon sokan tudnak azonosulni vele, mert hogy egy ilyen költözős időszakban vannak, és a többi. Ez a fiatal felnőtté válás. Fiatal nem? felnőtté válás, igen. Sőt, egyébként azt mondjuk el, hogy egyébként ahhoz képest te is nagyon sokat ültél ezen a dalon. Tehát már ez még kész volt, de mire kiadtuk, az, az vagy kiadtad hát, a sok hát idő igen, volt. ugye azt kell tudni, hogy az X-faktorban voltam. Igazából az X-faktor indította el egy kicsit azt, hogy Oké, okay, most ide akarok költözni, X Faktor miatt szerettem meg Budapestet, hogyha ezt így lehet mondani, és uh, ugye ott hárman voltunk csajok, nem tudom, miért nézek rád, mert te tudod. Úgy, úgy nézte rám, hogy mondjuk én éltem volna a menedzser a hármas csajoknak, és ugye hárman voltunk csajok, persze, ja. persze, persze. Hárman voltunk csajok, de utána úgy döntöttük, hogy akkor mindenki a, a saját út, útját járja, és uh, sokat gondolkoztam, hogy most most mikor hozzám ki azt a dalt, mikor, mikor uh, találom meg azt a legjobb pillanatot, de, de úgy döntöttem, hogy most Pont majdnem egyszer. Igen, egyszer. <laughs> Igen. <ég. gül> Girl power, gyerekek. tehát a menstruációk összekapcsolnak bluetooth nem az is kb. olyan egyszer És milyen jó is, hogy menstruáció, meg férfi-női kapcsolatok, ugyanis egy kicsit ezt az adást hogy erre akartam felhúzni. Tehát itt fel van írva nekem, hogy párkapcsolat, férfiak, vs. nők, ki mit szeret a másik nemben, vagy mi az, amit nem, érvelések, építőjelegű viták. Most nem az a lényeg, hogy itt most a végén tényleg így összeverekedjünk, és így é. rosszba legyünk, ha én belőlem adom. Igen, Ugye, a lényeg, hogy tudom menni hogy kezdjük akkor először tényleg férfiasan a pozitívumokkal, tehát mit szerettek a másik nemben, úgy ámblok És kezdjék mondjuk a csajok egyébként ezt a részt. Mit szerettek a férfiakban a férfi nemben? Mély csönd, cirip-cirip, <laughs> akkor hogy mondjuk a csajokat. Ú, no, Marci. Sára, te mit szeretsz? És így egymásra fogják dobálni a labdát, tudod? Tényleg amúgy. <laughs> Ait nem bírtok mondani, hogy mit tudom én. Én, nem erősek, megvédenek, ja. persze. Nekem nagyon én... sokat számít. De most. <laughs> Na most már mind a kettő beálló. Megindult, megindult. vagy Mondja. biztos? Na, kezdje valaki, Sári. nem, azt most én főleg így az apukámra fogom szerintem fókuszálni. Mondtam, hogy a hívja a többiek előtt, hogy apu, tudod. De ez... <laughs> de ez igaz, az, Igen? De? az, aki a családért dolgozik megvédi, ha baj van, bármikor fordulhatsz hozzá, és igazából... És van egy ilyen, ez, ez a reményed, ez egyébként, nem, nem, van egy, van, egy ilyen, van egy ilyen megbízható, egy ilyen erős karakter, igen. aki amúgy hazaviszi a pénzt, és a többi. Hát ha hazaviszi a pénzt, az nem feltétlenül, igen, most eltartja a családod, megteremti az életszínvonalat. Meg nagyon, apukám egy nagyon okos ember, és rengeteget tanított nekem, tanít a mai napig, mindig helyre rak, amikor hülye vagyok, és ez nekem itt tökre kell, mert amúgy nem sok mindenki rá. Nem tök ez a mozdulat, hogy <síns> ez miért volt benne? Reméljük, ne, nem, nem úgy. Nem úgy. Nem, nem úgy. <síns> ne, nem úgy. De hallgatsz nem, rá? Az tanítom. nagyon fontos, hogy amúgy most de már. Azért igen, fiatal felnőtt nagyon vagy. És ember emberre hallgatok, de a családom anyó igen. És te kire hallgatsz, Nikó egyébként? Hát rád szoktam néha, de nem igazán. Nekem nagyon fontos a fér, egy férfiban, hogy, hogy, hogy ére, érezzem azt, hogy tényleg egy férfi, és legyen magabiztos. biztos. Uh -huh. De akkor hogy jöttek éppen egyébként? Annyira mondani, egy... vártam, hogy valamilyen felé. Én... Hát, ja. Nem is kinézni. nem, nem nézek no, Egyébként Martinak az értékrendje, azzal az, 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 az megfogott engem. De tényleg. Hát amúgy sokszor azt mutat, de nem, amúgy sokan írnak nekem, hogy ilyenkor nem, vagyis hogy ilyenkor egy kicsit ilyen nagyképűnek tűnsz, de otthon én amúgy ezt kell tudni, hogy én mi, mi, miután ide költöztem, én rájöttem, hogy nem nagyon ismerek itt senkit, de ilyen hírességeket sem, celebeket sem. Egyébként Marci nem nem tudom, hogy ki az a Marci. Szomorú. Már rég lefogyott, amire te megérkeztél, szomorú. Útközben is. Szomorú. Meg is. Megnéztem pár, pár podcastet, látom, hogy egy kicsit tényleg ilyen nagy tűnik, de miután jobban megismertem. De meg nekem ez tökéletes, bocsájt, van-e? Van, 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 hogy... van, nem nem egy ilyen egyébként. Hogy amúgy Szerintem egyébként benne tényleg van valami, de azt én nem nagy képviségnek fogalmaznám meg. Mert amúgy szerintem a Marci nem, nem nagy soha. Én, én soha nem hallottam mondjuk, hogy a Marci egy ilyet mondott volna, hogy Ja, amúgy én vezetem Magyarországon az egyik legtöbbet, mit tudom én, megtekintett podcastet. Tehát soha nem adottam egy ilyen gizdázom mondatot, csak tudom, mi te kicsit? Tenyérbe mászol. Kicsit, nem? Igen. Van, Inkább van, van. benne egy ilyen, vagy valaki nagyon szeret, vagy valaki igen. nagyon utár, és valamiért nagyon. Nem tudom, hogy megfogalmazni, hogy nem tudnak. nincs egy konkrét szó, amúgy, hogy sokat beszélsz, mert mondjuk amúgy igen, de nem hülyeséget mondasz. Ja. Tehát, hogy az megint amúgy nem egy igazi indok, meg nagy, nagy képviselő, de tényleg, amit is mond, van benne valami, amit. Igen, úgy, nem, nem ez, ez az alap. <laughs> Nem. Nem. Től ezt, ezt, ezt megértjük egymást. Ez, igen. Ez a... Egyébként ez szerintem veled is így van hogy vagy nagyon szeretnek, vagy nagyon idegesítjük a, a, az embert, és ha megismernek, szerintem hozzád is csoman úgy jönnek, hogy úristen, te ilyen jó fej, vagy te ilyen közvetlen, vagy mi vagyunk azok, hogyha bárhol vagyunk. Szerintem ahol... ezt tudom, hogy csak vigyunk Látod, mi, volt, mi történt most? Fény ez a, ez az eszembe jutott felülrőlök Ez, azt, ez, mindig ez azért mindig. Ez azért van, szerintem egyébként, mert én hiszek abba, hogy szerintem, hogyha valaki minket megnéz kívülről, akkor azt a flash adjuk neki, hogy ú, ezek voltak a suliban, a geci idegesítő játékok. Ezek az meg köcsök voltak mindenkivel. Kirönök idegesítő a volt. Igen. Visszafeleseltek meg ilyenek, ami egyébként lehet van némi dolog, de szerintem nyilván, hogy amikor valaki tíz ezelőtt ilyen volt, az már nem teljesen ilyen. Viszont, amikor az emberek megismerik minket, akkor tökre meglepődnek azon, hogy igazából mennyire befogadóak vagyunk, hogy ha valaki megjelenik, akkor nem az, hogy hallott, te ki vagy takarod, ja. hanem, hogy hallott, hogy került ide? Pontra ja. sértettem. sétáltam. Azt a rohattásó, mi is? Bármire... Igen, meg izé beszélgessünk. Bármire... És ez a meglepő Igen, és bármiről elbeszélgetünk, és te vagy a másik ember, aki mindent tud, mindenhez tud kapcsolni. Enciklopédia. A enciklopédia. valamikor ilyen random ilyen SoundCloud rapperek, ilyen 1200 hallgatóval, Csá, te ma... vagy Csá izé. Marci, Csá Bruno, meg így, ja, vágd no, az új izé. számot, 350 meg Persze. megint, eset, 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 eset és szóval széthallgatom, és nem hiszik el. Nem hiszik el, ja, vissza, hogy rátok, jó, Aztam, csak ezt akartam mondani, hogy, hogy igazából te egy érzékeny, meg ilyen szeretni való. Igen, ezt nem mutatom, és ez amúgy, ez amúgy nekem ezen dolgozok, vagy megpróbálok dolgozni, hogy amúgy ne csak mindig ez a nagy képű, most fogalmazunk ki. Jó, így, nem, nagy képű, nem, legyen, nem, 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 az nem, az nem, az de nem elfogadom, csak hogy, hogy ezen megpróbálok dolgozni, de hogy ez érdekes, hogy csak a családomnak mutatom ezt az érzelmesebb oldalmat, és hogy miért. Nektek is kéne amúgy egyszer csak majd így lelk. De amúgy szoktunk le Szoktunk, amúgy, érted? Csak nekünk meg, megvan ennek a helye szerintem, igen. érted? Nem lehet hogy mindig átvenni lelkisbe egy-kettő, meg szeretünk hülyeskedni, de amúgy szerintem az előfordulnak, érted? Nem heti, havi, fél éves viszonylatban mindig van egy-kettő olyan nap, olyan alkalom, amikor ami kicsit úgy ülünk le beszélgetni, hogy hogy nem arról szól, hogy most érted, mit tudom, ki mit látott előzéten a tévé, meg milyen mixet rakjunk este a hétvégi ja. meccsre, hanem tudod, akkor tényleg így előjön az, hogy ki hogy érzi magát, meg ilyenek. Ki hol tart, ki mi a cél. De szerintem nálunk hogy pont nincs akkora hiány a kibeszélésében, és hát azért is van, mert kicsit ilyen ha magamat nem is teljesen ide szerintem de rengeteg barátom művészbeállítottságú ember. És ezek az ja. emberek könnyen megnyílnak, általában a saját lelki világuknak a egyensúlyáról tudnak beszélni legtöbbször, ezért nem kell karapófog. nem azon, hogy olyan barátaink vannak, aki, hogy szarul érzem magát, akkor csöndbe ül és várja, hogy valaki megmentse őt, hanem ő szarul érzi magát, ő tudja, hogy tudsz fognak tudni. tesó, most kezdi szarul érzem magam ezért, meg ezért. És elmondja, hogy miért. Viszont mi az, amit nagyon utáltak a másik nemben. És akkor akár kezdjük mi most, mert az előbb a csajok kezdték, hogy amit, amit nem értesz a nőkben, nem érted meg, miért így van. De én tudok például, hogy ilyet, és ezt nem, nem is, sőt, nem is a Nikóra mondom, hanem voltak olyan barátnőim kipül, az életemben, akik egyszerűen így keresték a feszültséget amúgy. És tudod, így benne volt mindig ez a fú, most van vita legyen, most És ha nem, tudod, miért akkor, van. akkor is kötött. mi beszéltük már, már, nem? Tudod, ez miért van a nőkben? Ez azért van, tudományos, de itt voltak egyébként, nem tudom, ez hogy fog kimenni, de hogy itt előbb <laughs> pszichológusok, meg doktorok voltak itt. Valami, az előző adás, nem? igen. Na, hát kimaradtam abban az adásból, úgy néz ki. Mi kellett, te kellett. Azért van egyébként, mert az embereknek, valamiért, tehát hogy úgy néz ki az agyunk, hogy nyilván jönnek az érzelmek, a hormonok, meg az ilyen különböző, tehát hogyha dopaminod van, akkor boldogabb vagy, tudod, meg hogy ez lemegy, akkor a békossággal, akkor nem vagy olyan boldog. És az a lényeg ennek a metódusnak, hogyha valaki abban nőtt fel, hogy neki mindig nagy harcokat voltak megvívva otthon, ez úgy néz ki, egy nagy harc után a nagy, a nagy, kibékülés, az egy óriási dopamin boost. Tehát a kibékülés után mindig úgy érzed, hogy úgy jó, most minden örökké maradjon, így Hawaii, Dizsi, szeretem, szeretem, nem szeretem. Uh -huh. Amikor az ember kicsit belekerül be a mókus és a szervezete úgy van, hogy úristen, már nagyon rég éreztem azt, hogy a dopamin mérőm kimaxolna, akkor tudja, hogy ez úgy lehet elérni, hogyha egy veszekedés után kibékülnek. És ilyenkor szokott jönni az, hogy már az is odaszúrsz valamit, azért mondasz valamit, és a másikból. De ez amúgy de, érdekes, ez nagyon érdekes, ez nem gondolkoztam idáig. De, és akkor ugye az ő szervezetének tök jó az, hogy heti szinten egyszer, úgy indult, hogy először csak mondjuk havonta egyszer vagy egy nagy vita, amit megbeszéltek, utána az kettő-három hétig elég. De ez ugyanolyan dolog, mint a PIA, meg minden más függőséget okozó dolog, hogy többet csinál, egyre jobban igény lesz szervezés. A végén adókat már, hogy valakivel heti 3-4 négyszer vitatkozott, csak azért, hogy a végén sírva kibéküljetek, Igen. vagy ilyenek, ami egyébként nem egy egészséges dolog. De úgy szerintem egyébként én... ti egyikötök ilyen, Igen, elenne. nem, nem, ezt pont azért nem is akartam ami ebbe belevinni, de hogy szerintem a csajok sok ilyen csaj van egyrésztről, másrészt pedig az érdekes, én nem is gondolkoztam el ezen eddig, ebben lehet valami, viszont én meg pont az a típus vagyok, hogy én meg azt szeretem, hogyha férfiként, vagy tök mindegy kapcsolatban, vagy bárhol, hogy amikor stabilitás van, és nem, nem hiányzik az, hogy hülyeségen eluralkodjon egy vita, tudod, mert amikor így, mi vitatkozunk, mert valami történik, jó, flörtöltél valakivel, veszünk össze, meg csaltál, veszünk össze, bunkó voltál, anyámmal, veszünk össze, tudod, de hogy így amúgy, amikor nincs semmi, Miért? Igen, de szerintem... úgy néztél rám, izé, ha bazz, meg, de, de szerintem, szerintem egy... kapcsolatban vannak ilyenek, szóval van az az egészséges összeveszés. Az se jó, hogyha sokáig tűröd, meg egyszer csak kijön. Van, de amúgy szerintem a pont is mondottam, hát van. Úgy, Hogy, a fiúk alapvetően, és ezt a sárnak már tök sokszor mondtam egyébként, juh hogy a fiúk szerintem azok úgy működnek, hogy egy fiúnak az tök jó az életében, hogyha mondjuk a következő kettő, a 60 nap úgy fog eltenni, hogy minden napja 10 per 7. Tehát, hogy nem, a tök, nem élet a legjobb napja, egy de egy bizonyos van. szint talán nem megy. Viszont ti nők igénytek azt, hogy legyen 10 per 3-as napom, vagy 10 is magam, viszont ilyen 10 per 10-es napom, ahol, úristen, minden barát, minden nőm, tök tök van, nagyon jó a bulik, és nektek ez tök jó, viszont mi fiúként a 10 per hetet állandóan tartjuk. És még egy valami dolog egyébként így visszatér. Tehát a fiúk egyébként a nők, nem, a nők nőm, nőm, meg, nőm, meg nőm, a fiúkra. Ha belegondolsz abba egyébként, Nikó, hogy mondjuk te mondjuk otthon neked tönkre megy a ventilátorod. Te mit csinálsz? Hát, Megszereled tudod, te már tudod, mit akarok mondani, de na, nem. Én kíváncsi vagy, vagy a, 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 nők, a nők, egyébként át, át, vagy ha valami otthon tönkre megy, akkor ők vesznek egy másikat. A férfi igen. mit csinál? és Ez szóval a kapcsolatokban igen. is így működik. Ha amikor egy nőnek kicsit elege lesz, akkor vége. Az, igen, egy nő, amikor azt érzi, hogy na jó van, itt most egy fordulópont van, akkor már nem, már nem akkor azon éve. van, hogy megmenti, viszont a fiú még a fordulópont után úgy, hogy na most már tönkre ment, de mielőtt újat vennék, Tudom. meg fogom összerakni újra egyébként. nem Hogy meg a kapcsolatokat? Igen, most ezzel, a példa... Nem, hogy a lányoknál nagyon sok megjavítom, 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 akkor veszel olyat, ha már nem tudod megjavítani. Jó, és egy lány úgy javítja meg szerintem egyébként, hogy kitalálja a március, vagy megjavítom, szóval juk, májusig, sörn. és végig csendben leépíti magában azt a kettő hónapot, hogy már ne csinálni a semmi. <sodvá> meg. Megjavítja. Nem, a csajok is egyébként szerintem ilyenek. Keményen, nem lehet, hogy csak mi vagyunk ilyenek, nem lehet, hogy vannak olyan srácok, akik szintén azt mondják, hogy felállok, vége van, csáki Biztos vannak, ezt, életek, ezt, ezt, ezt szerintem ez én full egyetértek, ez attól függ, én, mostanában gondolkodtam ezen életemben először, hogy igazán, hogy, azt gondolnád, hogy rengeteg ember, hogy, hogy mondjuk. Én mondjuk azt gondolom az életről, hogy á, minek feleség, minek gyerek érted, lehet bulizni, meg lehet ezerre csajozni, minden ilyesmi, de egyébként nem gondolom ezt. És szerintem ezek azért vannak egyébként, amit az ember otthon lát, a szülői normák egyébként. Hogyha, hogyha valaki ne, abban nőtt fel, hogy nekik a szülé már fiatalon együtt voltak, Aha. akkor ő világ életében kicsit tudat is, meg amúgy nem tudat arra van programozva, hogy ez a normális. De ha mondjuk valakinek a szülék külön voltak, és mondjuk a szülők csak kicsapongó életmódot éltek már a gyerekkel is, akkor ő lesz, hogy az én szüleim is ebbe éltek, tehát ez kvázi a normális, Pinta vagy nem normális. Is lehet. És itt meg aztán tényleg Rengeteg olyan ember van itt, aki nagyon szeretne szeretni de nem tud, mert olyan traumák voltak gyerekkorában, de? őket is meg kell érteni. Szóval ez egy nagyon olyan téma, szerintem ez ahányféle ember, annyiféle Annyi. kimenetel. Nyilván. Próbálunk itt most ebbe a beszélgetésben ilyen nagy átlagokat vonni, persze így eltért, tehát mindenki más, de hogy úgy, ez nagyon érdekes volt, amit mondtam, mert ezzel én is egyetértek amúgy, pedig erről nem is beszéltünk még soha. Csajok, viszont szerintetek amúgy egy kapcsolat elején, az ismerkedési folyamatban mennyi idő után illene amúgy összejönni? Tehát mennyi ideig legyen türelmes a másik, és miután érezheti az, hogy jó, van, most már fél éve randizgattunk, az időmet, oké, háromszor lefeküdtünk, de hogy még mindig nem jöttünk össze, mi van? Tehát, hogy van -e erre szerintetek szabály, ami után már azt mondod, hogy inkább ne pazarolod az időmet, nem érdekel, ha nem akarsz összejönni, akkor csak. És még kiegészítem a kérdést, mint társműsorvezető. Na, hogyha mondjuk egy ilyen történik, akkor nektek van egy olyan pont mindig, ahol megbeszéltek, hogy na, akkor én mostantól vagyunk egy pár, vagy ez amúgy csak így átsiklik az egyik a másikba, és amúgy, nincs, mert érted, mit akarok? Mert van, ahol, ahol azt mondja, hogy figyelj, Mától mától a barátnőm vagy, mert tök jó alakult minden, mostantól éljünk, mint a kapcsolatban élnénk. Igen. Van, ahol meg azt mondják, hogy felépül. Fodródom. Igen, és nem mondják ki, hogy együtt vagyunk, vagy nem, de amikor valakivel mondjuk három hete együtt élsz kb, akkor nyilván az egy kapcsolat igen. inkább, mint Jó, de ez egy picit hogy az emberek ebbe furák, hogy nem szeretik kimondani. Ez csak, hogyha én azt mondom, én most megint egy saját példa, és talán így jobban tudtok erre válaszolni, hogy volt olyan, amikor füzögettem mondjuk egy csajt nagyon, és nagyon akartam, és randi, és nem tudom, és hülyített engem, és akkor egy adott pont után nem lett semmi, és azt mondtam, hogy köszönöm szépen ennyi. Sőt, majdnem nálad is ez volt, emlékezz vissza egyébként, amikor már így jó, kicsit türelmetlen voltam, de hogy amikor már itt tényleg már így túl voltunk a randi, mindent tökéletes, és akkor most, most, és így elkezdett ilyen hideg lenni, és mondom, most történik valami, vagy egymás idej hozzuk, vagy mi. Szóval, megérnek a, a Igen, igen, nem leírtam tényleg neki egy hosszú szöveget, csak hogy ezzel azt és akarom mondani, hogy van-e erre, amikor most tök mindegy, hogy melyik nem, de türelmes a, a, fiú vagy a lány, van erre szabály, hogy, hogy miután kell hagyni inkább már az, hogy... Szerintem ez típusfüggő. Én például általában mindig rám várnak, mert én nagyon, de nem azért, mert húzom valaki agyát. Én eleve két héttel tovább nem fazolok senkire időt, hogyha nem érzem azt, hogy ebből komolyan lehetne. Viszont... Még az nagyon rövid idő egyébként <laughs> én... Általában nem nagyon szoktam randizni, tehát nekem mindig van egy, aki, a, aki akar, hogy akar, jó, ön benne látok potenciált, és amúgy tetszik, és lehet komolyabb, de én nagyon zárkozott vagyok érzelmileg amúgy, és nekem nagyon-nagyon sok idő az, hogy én kinyíjak, és azt mondjam, hogy oké, okay, most már lehet együtt vagyunk, hábi, mint a dalom, két évig ülök rajta, és azt mondom, hogy oké, okay, rendben, én mindent lecsakkolok, én nagyon félek a bántástól, a megbántástól, nem szeretek szomorú lenni, ezért én minden egyes lépcsőfogat, mindent letesztelek, hogy minden jó-e, és utána mondom azt, hogy oké, okay, mert. A pusztasági játékos ja, vagy akkor de ezek szerint rám azért négy hónapokat, öt hónapokat szoktak várni, szóval én nem mondok uh -huh. véleményt ilyenről. Akkor, igen. Ezen, hogy és, ezzel úgy, ezzel... és, hogy, és te tesztelt, hogy a srác türelmesen? Nem, én csak azt akartam mondani, hogy szerintem nincs ilyen, hogy két hónapig beszélgettetek, és utána egy ilyen kijelentés, hogy jó. Vagyis nem csak beszélgettetek, nyilván már lefeküdtetek, már randiztatok, most De nem csak nincs arra egy beszélünk. Ilyen szabály, hogy most minden de jó, de az... kell összejönni, szerintem én úgy vagyok, nálunk is ez volt, hogy így sodrottunk, és egyszer csak elmondtuk. Az na, igen, első de, hogy szeretlek, amit... és akkor kialakult az, hogy na jó, hát mi együtt vagyunk, nem? Hát... De Most arra egy kíváncsi, hogy mi az a pont, inkább ahol hagyod a picsába? Igen, mert mondjuk nekem, ja, én, az, az... Én, én azt mondom, és hogy lehet, hogy nagyképű vagyok, egoista bármi, de hogy én azt mondom, hogyha mondjuk három hónapig így mindent bedobok, nagyon teperek egy csajért, stb. És azután is itt még ez Szerintem akkor sem. Azt mondom, is. hogy menj már, menj, azt mondom, hogy jó, akkor hagyjuk egymást, mert akkor valami nem történt meg. És én nem tudom, nyilván Nyilván türelmetlen voltam, mert tetszett, és a többi. De ah, hogyha mondjuk fél évig szivattál volna, idézőjelben mondom, hogy szivattál volna, fél év, mondjuk, ha addig kell várnom, mint a sáránál, hogy na most akkor kimondjuk azt, hogy ez... Akkor lehet, hogy azt mondom, hogy jó, ez a csaj, nem akar engem, csá, hagyjuk egymást, érted, amit mondok? Szóval, hogy én például Ugye, ilyen vagyok, hogy... Akkor kimutatod. Ne, szóval én Szóval érzed. Szerintem én mindig azt mondtam, hogy én nem őszakolok senkivel semmit, én lass, lassú vagyok, ha érek annyit, és meg szeretnéd várni, akkor várd meg, ha nem, akkor megértem, kész, ja. és én, tehát, hogy... Én Jó, csak szukod... igen, csak nálad meg ez tök más, mert szerintem, bocsásszat, bágok, de rengeteg olyan fiatal van, ahol, hogyha valaki azt mondja, hogy nem akarok kapcsolatot, az egyelő azzal, hogy akkor ő ugyanúgy a belongs to the Streets, vagy a világé, és mindenki. Viszont te, amikor olyan vagy, hogy én nem akarok kapcsolatot, az akkor az azt jelenti, hogy igazából szinte kapcsolatban élsz. igen. Én, én most nem vagyok kapcsolatban, az azt jelenti, hogy egy fiú van, vele találkozok csak, csak vele, alszok, nem is nézek és nem beszélek mással. Ez megint más, mint amikor azt mondja mondjuk egy fiú, hogy én nem jövök össze a csaj, de kavarunk, és van mellette még pont úgy, hat ugyanilyen igen. talomba tartva. Pont ez, pont erre akarok célozni egyébként, hogy az van, hogy mit tudom én fél évig már mással se nézel, meg nem tudom, mi van akkor, jó lehet neki van más, tehát hogy tudod, ebben mindig ez, de amúgy akkor erre így nincs szabály, ez inkább emberre válogatja szintén ez is, hogy valaki. Ez nem csak egy ember válogatja, hanem hogyha kettő ember, akkor már is a kettőnek a kémia dönt. Érted, hogyha mondjuk ja. te lehet nagyon szerető srác vagy, viszont te meg nagyon nem, akkor is a kettő az arany közép fogtok találkozni. Tovább haladva itt a kérdésem, vagy ezen a meneten, hogyha már együtt vagy valakivel, tök mindegy, mennyi ideje, mennyi idő után illik, vagy kell összeköltözni. Tehát itt is inkább a véglete, végletre mennék rá, hogy van olyan, amikor már, tudod, három éve együtt vagyunk, minden király, szeretjük egymást, de még nem költöztünk össze, az így oké? Okay? Persze. Én, én abba hiszek, hogy ketten eldöntitek, ez teljesen típusfüggő. Van olyan barátném, aki egy hét után találkoztak, és jöttek, már összeköltöztek, és van olyan barátném, akik együtt vannak nyolc éve, és mindig külön élnek. Szóval szerintem ez típusfüggő, meg megbeszélés kérdése. Meg ez függ a két ember életéről. Tehát valaki, a két embernek a külön élete van, hogy amúgy alapvetően egy két otthonlős típus, akinek mondjuk a szociális élete is egy valamilyen szinten kicsit így kimerültebb, tehát hogy a ketten amúgy tök el vannak, akkor otthon ülnek például én saját magamból kiindulva amúgy, nekem tök jó az, hogy rengeteg dolog van az életemben, sok haverom van, sok program van, család, barátok, stb. minden ilyesmi, és nekem tök tudok menegetni jobbra-balra, meg tudod, hogy valakivel összeköltözöl, akkor valamilyen szinten utána, tehát hogy 9-szer nagyon jó, meg minden, de van egy, van egy, van egy, olyan pontok, amikor kicsit egyszerűbb, hogyha külön lenne például, most mondok egy extra példát, én, mint zenész, hazaérek mondjuk egy fellépésre reggel ötkor. Igen ha a mellettem feksző hölgy fel akar kelni nyolckor munkába, akkor én megkapásba három órát alszok, és érted, vele vagyok, nem kényelmes. Viszont, ha mondjuk külön lakunk, akkor amikor akarok ugyanúgy ott aludni, viszont haza tudok menni úgy, hogy a lefekszek ott aludni, viszont én csak mondjuk kettőkor kelek fel, ezáltal alszok mondjuk 9 órát, 8 órát, és én 8-9 óra kiavat, kiavat, tehát a 8 9 óra alvás után már rendesen kialudva, sokkal jobb arc vagyok. Tehát ilyen helyzetekben fontos meg tényleg, ez függ a két ember életére. Most például nálatok, mondjuk, hogyha ti külön laknátok, a Nikó messze lenne a családjától, és senki nem tudta támaszkodni, érted? Nektek jó, hogy ti együtt laktok, igen. már most már, kvázi, itt vagy neki most Budapest, meg így az igen, egész. helyzet. Igen, nagyon van. hamar össze is költöztünk egyébként. Amit ami nem bántam, mert úgy adta igen. magát, meg eleinte volt két albérlet, és akkor ami közel volt egymáshoz, csak amikor már ott volt hétből hatot, akkor mondtam, hogy hát most minek húzzuk. De tényleg költ... mi is nagyon féltünk, mert azért fél év után összeköltöztünk. Ja. Ez vagy jó, vagy. vagy a nagyon a rossz... jó, vagy nagyon rossz, igen. Ez... De szerencsére jó, meg igen. szerintem amúgy összeköltözve is ismered. Hát, ismered Kéne nem ne férni, hogy mert rengeteg fiatal van, aki érted? Pénz hiányában, minden hiánya beköltözik, amúgy egy kis lyukba ketten. És amikor már az embernek nincs meg az a magánszféra, hogy ki van mindig pakolva az asztalra az a dolog, amit nem szeretne, az se kényelmes. Nálunk például, amikor legelőször összejöttünk, akkor az volt a baj, mert mi is egy év után kb. összeköltöztünk. De hát nagyon 21 évesek volt, hát én voltam 21, mennyi, nem tudom, 20. 20. Akkor nem <síns> előtt, akkor utána. Az volt a baj nálunk, hogy eleve ez egy egy szobás lakás volt kb. Tehát nem volt külön szoba a nappali, a konya, az egy darab szoba. Kb. akkor volt, mi most ez a stúdió. És én diplomáztam, ő pedig fellépni járt. Tehát ez úgy működött, hogy én felkeltem reggel hétkor, és ugye Covid volt, tehát én otthonról tanultam, és ő meg aludni próbált, mert hazért ötkor, én meg már hétkor keltem, és azt hallgatta, hogy yes, thank you. Igen, nagyon Ja, de azt imádtad, nem? Fú, is van. De te neki se, jó, neki se volt, hogy amikor mondjuk, meg lefeküdt időben mondjuk, mit tudom én, 11 kor hogy holnap reggel 7-kor fel kell, meg 5-kor úgy meg be, hogy bejövök, még azért csak csinálok magam Kajász, meg, egy tát, egy kávé, tököm tudja valamit történik. Hát, hosszívózik minden rá. Lefekvés az milyen szaréri azt nem értem, belőled kérdezem. Igen. De csak hangosan legyen elképzelhető. Persze, persze. Szóval ez az összekölcsönös téma szerintem rohadtul amúgy összefügg, vagy, vagy, vagy nem is összetett inkább, úgy mondom. És szerintem én pont ezen gondolkodtam, hogy ha mondjuk, én, mondjuk én. én egyébként majd egyszer, tíz év múlva mert tényleg olyanban leszek, és nyilván az anyagi helyzet minden meg fog engedni, akkor én tökre úgy szeretném bájtani az életemet, hogy legyenek ilyen taktikai pontok, érted? Lejön mondjuk egy nyaraló valahol. Jofteres lakás. Nem, nem így mondom, érted? Legyen mondjuk egy nyaraló valahol. Na. Ami jelen esetben egyébként lehet Magyarországon, Balatonon, Velencétonon, tök mindegy, Igen. de egyébként kilométer, na, négyzetméter árba egyébként Spanyolország tök hasonlóan veszekszik Balatonnal. Szóval hogy uh -huh. egy hétvégi lakás vagy ház, tök uh -huh. mindegy. Ö, legyen egy budapesti lakás, és legyen mondjuk egy agglomerációban egy ház. És akkor, hogyha meg lenne ez a három pont, akkor tudnám azt, hogy jó, ide le lehet menni ezért, oda meg a ámlok, de úgy, ha meg be kell Peste, mert most például ha mondjuk ne, mit tudom én érdem, vagy annál kiablakok, ahogyan már érez az, hogy Báváros azért tényleg autótáv és taxitáv, Igen. akkor lehet, hogy ha mondjuk hétvégén tudom azt, hogy mondjuk akváriumba lépünk fel, vagy valamelyik haverunk fellépott, akkor utána nem úgy leszek vele, hogy kimegyek oda, hanem akkor bemegyek abba a lakásba. És ha viszont ennyire az ember olyan életet él, hogy jobbra-balra utazik, egyszer itt alszik ott, alszik, akkor össze lehet költözni, de hogyha heti négy napot nem otthon alszol, akkor tök itt laktok, vagy nem. Igen. És már pedig én is olyan vagyok, hogy azért melyek havarokkal. Most teljesen szerintem a sári is egyébként olyan, hogy akármikor indul barátnőkkel, ott alszik, menjünk bulizni, lemegyünk uh -huh. vidékre, meg a tököm tudja, és szerintem ez így egészséges. Uh -huh. Pont ezt akartam kérdezni, hogy hosszú távon működhet egy kapcsolat, szerintetek úgy, most ez egy elég elrugaszkodott példa, most nyilván nem teheti meg sok ember, hogy amúgy vesz nyaralót, izé, ez, ez, ez idáig hogy... jó is lenne, ha összejönne, mert amúgy ez, ez, ez egy tök királyterv, és ezt ez tök, hosszú táv, tehát ez nem akar, ez két, tök, hosszú... három év, értem. De, nem, Na, de a lényeg az az, hogy szentetek működhet, mert én ismerek olyan embereket, akik váltig állítják, hogy nekik azért működik a kapcsolatok, és azért működik jól a kapcsolatok, mert nem költöztek össze. Igen, egyik vannak mondjuk Ön öt éve, éve érted? De nem én és szerintem itt egy egyszer. dolog, szerintem, hogyha nem lenne olyan a gyerek, tehát, hogy az emberek mindig egyébként élnek, akkor szerintem az úgy lenne, hogy van egy ilyen lakás, meg egy ő lakás, és nyilván mind a kettőnek vannak ott cuccaid, de amúgy mindenkinek megvan a sajátja. Csak amikor jön a gyerek, vele nem teheted már meg ezt, hogy egyszer anyánál, egyszer vagyunk, annak, hogy együtt vannak, akkor mindenféleképpen egy helyre kell Igen. Dobzolni. Az a baj szerintem például, amikor összeköltöztök, hogy akkor az nagy alapidőtöltésnek számít, nem. és mindig úgy mentek már haza mind a ketten, hogy a legrosszabb arcotokat mutatjátok igazából otthon, és ez marad is így, tehát nem is adtok külön időt annak, hogy a jó oldatok és játszatok, és idő után ez így eltűnik így a kapcsolatban ez a dolog, és elkezd a rossz felé menni. Hát szerintem, szerintem ez embertől függ. Én, én amúgy olyan vagyok, hogy nekem nagyon szükségem van így az érintésre, szeretet, meg minden. Hát jó, jó, csak mondom. Ezért vagyunk mert mások, nem amúgy tök jó, igen. Van, aki jobban, jobban adja azt, hogyha külön vannak hosszú távon, de egy idő után szerintem, vagyis magamból kiindulva nekem amúgy szükségem lenne arra, hogy így lehet, hogy amúgy azért, mert amúgy tényleg itt, itt vagyok egyedül, amúgy, vagyis egyedül nem, de hogy De itt a családom, családom nélkül, és akkor igen. nem tudok sehova se elmenekülni. Igen, igen meg van az ember, amikor szerintem, például a Marci tök jó példa erre, meg talán én is, hogy azért mi rengeteg olyan műsorban, olyanban veszünk részt, ahol sokat kell beszélni. Igen. És nekem van olyan pont, ahol eljön az, hogyha mondjuk már felvettünk három adást, mondjuk a tévébe, hogy már az én agyam se vág úgy, és van ez a mondás egyébként, hogy egy férfi egy nap 800 szót használ, el, egy nő meg 2500. És ez? itt szokott lenni az egy párkapcsolatban probléma, hogy hazaérnek melóból, a nőbe még van 1500 szó, a férfi nulla. Igen. Na és én eleve én úgy gondolom, hogy bennem is van 2000 szó egy nap, de amikor még 3000-en vagyok már, ja. akkor utána már tudom azt, hogy mondjuk tud leülök, és valaki, már érzed azt tényleg, amúgy, hogy egy olyan dologba beléd rakja az ideget, mondjuk, hogy csak nézni akarom a műsor, és hogy ilyet megkérsz, hogy mit tudom én, ne vegyük kicsit hangosabbra, és tudod, egy tök aranyos kérdés, de már ja. érzed, hogy ideges leszel meg ilyenek, tudom, és ez nem az ő személye miatt van, nem miattad van, tudom, van hanem miért ez azért van szimplán, mert elfáradt szerintem a sok interakció, és egyébként én, ezt rengeteg mondtam is a sárnak meg ilyenek, hogy nekem van egy olyan pont, amikor nekem kell kicsit egyedül legyek, érted? Amikor nem csak semmit, hazamegyek, benyomom a tévét, meg a fifát, és akkor ülök, és csak 8 órán keresztül csöndben Igen. nézek ki a fejemből. Visszajön az energiám, újra tudok beszélni, minden es, és akkor meg lehet velem, amit akarunk csinálni. Szinte rossz, hogy újra tudok beszélni, újra tudok járni. de ugye, ezt többen egyetértek, amúgy, mert ez bennem is ugyanez van. Bárhol vagyok, ha barátokkal, ha barátnővel, ha forgatok, ha hiperventilálok, ordítok, beszélgetek. Én annyira vágyok arra, hogy űsz és nem beszél senkivel, nem szól azért senki, és én a telefonommal lehetok lenni órákat vágod, de csak az, hogy nézem, és lehet, hogy ez is egy ilyen toxikus dolog, mert csak scrollolok, mert minden van, amikor jó, hogy így feksz a szobában, és így nézek el fejbe és vágod, jól érzem magam. De ha valami az, hogy úr is nem, most én is nem tudom, és nekem is ugyanaz, hogy jön bármi kérdés, és szerintem, hogy megsértem sokszor, ha Ízéröm, hogy szívem semmit nem akarok elszívni egy ájkoszt, csak ülni akarok, érted? És sokszor meg ő akkor, igen, még de példa, van benne, amit mondtál, még van benne. Kakaó. Ez a töltés is, hogy én ezt is mondtam a sárának, hogy szerintem egy ember úgy néz ki, mint egy kicsit, mint a szímszás karakterek, hogy vannak bizonyos oszlopok, amiket fel kell tölteni, érted? érted. Ha éhes vagy, akkor enni kell, hogyha aludni, mert aludni. Érted, és szerintem ahhoz, hogy valaki mondjuk egészséges legyen mentálisan, ahhoz kell a család, kell a barátok, kell a barátnő, vagy pali, vagy érted, attól fog, hogy csaj vagy fiú, vagy kell a karrier. is. az Én. a lényeg, hogy vagy hobbi. És itt van az öt dolog, hogy a karrierbe töltesz energiát, ahhoz, hogy te minden másról is jól tud teljesíteni, az kell a családoddal is tölteni. Tehát, hogy csak úgy tudod mind az ötöt kimaxolni, hogyha mind az ötből Egy van. Hogyha mondjuk után. a barát meg a család kiesik, akkor a szervezetet megérzi ennek az időnek, értékes időnek a hiányát, uh -huh. és ezáltal már a többi ágon nem tudsz szem úgy teljesíteni. Tehát hogy szerintem ahhoz, hogy valami nagyon flottú működjön, kell időt és energiát mindenre szánni, pláne fiúként, meg csajként is egyébként. Uh -huh. Hiszek egyébként abban, hogy két ember találkozhat rosszkor, rossz időben? Persze. Tehát, hogy, hogy, hogy van az, amikor a vagy bárki együtt lehetne, Viszont pont egy olyan időszakába kapod el a másikat, hogy vagy mit tudom, most beszélni ki átlagosabb dolgokról, hogy mit tudom, be kell fejezni az egyetemet, máshol lakik, más vidéki városban, tepesten, te közben nem tudom, még önmegvalósítasz, vagy te épp nem akarsz, ő sokat rövid Nem rövid távon van ilyen, de annyi? hosszú távon nincs. Tehát, hogy rövid távon lehet, hogy azt tudod érezni, hogy az rossz idő, rossz szám, vagy jó, rossz idő jó ember, de szerintem az élet a nap végén ugyanarra lök. hogy ez olyan, mint egy nagy hullám, megy kifelé a partra, a nap végén mindenki odasodor, hova kell, csak van, nagyon gyorsan ér, valaki meg tök sokat szenved érte. Igen. Mint a, akinek együtt kell lenni, azok együtt lesznek, mindegy, mit csinálnak. Uh -huh. Lehet több év kell hozzá. De kell. akár, akár úgy is, hogy nincsenek együtt, újra összejönnek, nem tudom, és pont ez is nagyon érdekes, hogy ugye sokszor halljuk ezt a, nem tudom, ilyen elcsépelt duma, ez, hogy ez a, jaj, csak a káposzta jó, izé, tudod, ez a tipikus hmm. duma, de hogy akkor ti ebben nem hisztek adott, tehát hogy Ebben a, ebben a... Szerintem a káposzta hűtőben hűtőbe az nem fejlődik már sehova, és az meg... Megügyel... De egyébként ezt nem is értem mondani, hogy a duma, mert amúgy szerintem megmelegíteni mikróba egy káposztát kurva jó. És figyel... Tehát, egy finom, Tehát, hogy finom, és finom, és finom, egészséges. nem egészséges. Ja, de nem egészséges. Ég... De mi a káposzta, vagy az újra melegítés? Hát, mikró. Ja, a mikró. Hú, uh, hát, hát nagyon belementünk a dolgokba. Hát, hát, szerintem ez azért hülyeség, mert főleg, hogyha olyan emberrel szemben, aki szeret is fejlődni, és fejlődik is, mindenkinek más az élete, és szerintem az emberek változnak valamilyen szinten, ha szeretnének, ugye, az attól függ, hogy... Igen, de valamikor szerintem azért szakít egy pár, már alapvető, tehát az emberi Há, az felfogásaik azért, nem azért, jók, azért, és mi voltak nem jók, valaki meg szimplán azért szakít, mert ugyanhozta az életük. Most ha valakit például a karrier meg a munka elvisz, itt Amerikába, másik kontinensre, akkor nem azért szakítottak, mert ez az ember nem volt hozzá jó, hanem így hoz az élet. Az megint más, ott lehet újrakezdeni, hogy valaki mondjuk azért, mert ő, ő átgondol, ő meg gondol, és soha nem fog megváltozni, akkor már az már tényleg tökéletes. Hogy... Jó, mondjuk van az is, hogy Amerikába kell mennie, mert oda szólítja a munka, az egyetem, hogy bármi, és akkor gondolkozik a másik, hogy föladja az itten életét, és megye vele, tehát van ez az áldozat, De, hogy ott még egyszer? Feladnátok az, életeteket, hogy kinek... De ez, 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 tényleg egy jó kérdés, egy jó és... Vagy fél... én, ha visszaköltöznék. Igen, Nikó, Na, mi lenne? Mi lenne? Féltem ettől a kérdésre, meg... úgy, egy, egyébként nagyon sokszor megkérdezi tőlem, hogy de Gondolkoztam fél. már ezen, de én, én, én És ez nem önzőségből vagy izében, de én annyira lokálpatrióta vagyok itt, én nekem nincs is vidéki lokonom, én családom budapesti, Össze, ide köt a munkám, stb. hogy egyszerűen hiába akarnék, de nem tudnék hosszú távon. És most te is tudod, hogy imádok... Neked szer... működhet az, hogyha nem vagyunk együtt egy vissza? Nem, nem. Azt Csak kíváncsi vagyok. A távkapcsolat mert, mert működhet -e az a kérdés? Hát veled biztos, hogy működne, mivel szeretlek. Nem hiszek benne, hogy mit tudom, én megismerkedik valaki, és akkor egyből a távkapcsolatot kezd, de így, hogy együtt vagyunk x évet, mondjuk kéne távkapcsolatban lennünk. Én biztos, hogy megpróbálnám, én nem azt mondanám, hogy ne legyünk, tehát hogy az, az tuti, de nyilván nem szeretnék egy ilyen helyzetbe kerülni, és az, az olyan helyzetbe se akarok kerülni, hogy te azt mondod, hogy jó, én visszamegyek, én Bukarestbe akarok élni, bárhol tök mindegy, mert, mert egy, nem tudnám itt hagyni, és nem akarnám, hogy erre, menj erre a kapcsolatunk amúgy. Jó, de ez is amúgy emberfüggő, hogy milyen munkád van most te. Nyilván. Érted, hogy valaki nekem tudom, Én nem tudok, románokkal, tudod, hogy román emberek, egy románul beszél, és román, román interjúkat kezdtek tartani. Na, tudod, az izével, ritmus, az nem román, a szlovák, mindegy. De igen, érted. Ja. Há hát nem ez, Szerintem úgy nehéz téma, hogy ez tényleg minden embertől függ. Most érted, van, aki Tud mit tudom, én, Excel informatikus táblázatokat csinálni, akármelyik országban, akármelyik cégnél, akárhogyan. hogyan, amit te csinálsz, pont az az itt nálunk működik, soha más a világon nem működik, és itt is csoda, hogy működik. Hát ez ott elég rossz elmondat, igazából, teljesen mindegy. Igen. De nem, pont az, hogy mi, amúgy szerintem ezt nem tudnánk megtenni, a karrier feladni, vagy itt hagyni. És a döntés, érted, ha most, most én úgy lennék vele, hogy amúgy nekem ez elég volt, köszönöm szépen, tök magamat, az más, de egyébként én még nagyon távol de lennél ugye vele? Nem. Nem. Ja, én biztos nem, hogyha ilyen lenne, én tuti maradnék, érted? Ja. Meg, meg én alapvetően, figyelj, én kiskorom óta, én abban nőttem fel, miten édesapám is focizott, profi szinten, plusz én is kiskoromban úgy fociztam, hogy tényleg élsportolói szinten, tehát a heti 6-7 alkalom az úgy rendszeres volt. Én nagyon hamar megtanultam azt, egészen kiskoromtól, hogy az emberek le kell mondani a dolgokról azért, uh -huh. hogy bizonyos dolgok belül lépjen. Rengetegszer volt, hogy kellett utazni ide-oda, ilyen iskolába jártam, olyan iskolába jártam, itt kellett hagyni a barátokat, apa Debrecenbe focizott, majd Újpesten, majd Törökország, mm. vagy Belgiumban, tököm tudja, mindig menni kellett vele. Viszont emiatt nagyon már megtanultam alkalmazkodni, meg tehát nekem, nekem tökre úgy meg a fejemben, mint egy focista karriernek, hogy érted, hogy 40, 30, 40, 50 éves korodig ütni kell a vasat, ameddig meleg, és majd utána lehet csillezni, érted? Meleg kell rakni most a melót, és nekem ez, kicsit szarul hangzik, hogy minden, de ki valamilyen szinten most így fiatal koronom ellenére az jó sok minden felülír a karrier, meg a munka, Igen. mert azt építem ki 30-40 éves koromban, amikor lesz majd gyerekem, én nem akkor akarok igazán megszakadni a munkában, amikor lesz gyerekem, akkor már inkább az lenne, hogy én már kiépítettem egy olyan dolgot, amit dédelgetni kell, ja. meg foglalkozni vele, ugyanúgy meg szeretetből a projektet, de hogy, hogy, hogy akkor legyen meg igazából tutira minden. És szóval a kérdésre válszó, hogy hogy azután, után az a pont megvan, hogy én már kicsit úgy éreztem, hogy most már azért felépítettem egy olyan dolgot, ami, amit már nem építeni kell, hanem csak tisztogatni, vagy nem is tudom foglalkozni vele, uh -huh. akkor lehet, hogy itt tudnék hagyni mindent, és akkor a csajok. Most kérdezni. nem. Most biztos, hogy nem. Uh -huh. De a távkapcsolat is működik, van már repülőgép, FaceTime, elég sok minden van. Hát jó, csak az milyen, az milyen amikor ö, konkrétan, aki mondjuk ennyire érintésre vágyik, vagy ilyen a szeretet nyelve, az Ez milyen. Is embertől függ. Igen, embertől függ, de az, az, milyen lehet. Én amúgy hozzá, tehát hogy lehet, hogy azt mondja, hogy távkapcsolat fél évig kibírnám, de utána már biztos, hogy nagyon szenvednék én is. Szóval hogy ez nagyon érdekes. És te is ilyen vagy. Milyen? Hát, hogy így érintés. Abszolút, azért én én mondom, hogy egy fél igen. évig, hogyha azt mondja, hogy jó, kibírnám, de hogy de van olyan, nem szívesen, meg hogy nem, nem lenne így nagy az öröm. A kapcsolat közben is szünetben, ti hisztek? Együtt van két ember, és azt mondjátok, hogy vagy valami miatt, hogy, hogy most akkor tartsunk akár egy hét szünetet, vagy egy hónap szünetet, Át. és utána... Én vagy... ebben a kijelentést, ez akkora farság, mint az állat. Szerintem is Tehát ha valaki farság. azt mondja, hogy szünet, ez konkrétan olyan, hogy hogy amúgy figyelj, én nem érzek most egyelőre úgy, és igazából nem is fogok, de nem mondom azt, hogy szakítsunk, hogy... És itt tartalak talomba. Mert, ha véletlenül még meggondolom magam, is, besz, félek attól, hogy egyedül leszek, akkor visszaranok hozzád. Ja. Ez kb. ezt jelenti. Szóval szerintem fiúk, lányok, akinek azt mondják, hogy egy hét vagy két hét szünet, az azon a és soha többet ne beszéljen csak a Niko a múlt hétvégén olyan mondott, de nem lehet komolyan venni azt, amit mond, hogy nem csinálunk egy olyan szünetet, hogy csak nem beszélünk szünet online nem beszélünk, hogy most a két napig nem beszélünk, mondom, mi -e? vagy mi értelme az nem van ennek? Az. Azért mi értelme én van mi? ennek? Ezt ezt de ezt 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 sok de ez ja, semmi. De tudod, ő lenne az első, aki ezt mi? Ez a tipikus példa annak, hogy ne rég veszekedtünk, veszekedjünk, ez dobom én szint, és elinduljam. Ez tényleg. Én normális film, mikor mondod, hallott kicsi? Most nem akarsz, hogy ne beszélj. Eljátszok, hogy nem vagyunk jóba, és majd vasárnap kibékülünk. Melyik normális férfi mondja ilyet? Nem csinál úgy mond, de suktam most a hogy a lányoknál ez sokszor amúgy... De suktad, de úgy hallatszódik, ugye, már visszahajtunk. Ja, Látod, egyetért velem. Amúgy, hogy ez kicsikét, amúgy izgalom is, ha kicsit már valamit megunsz, vagy pedig ez egy teszt igazából, vagy ha úgy vagy vele, nem tudsz sehogy hatni, ez pont, amit mondta, hogy éppen szerelni akarsz, és párszor mi így szereljük meg amúgy, hogy jó, akkor szünet, mert a, általában fiúk arra így hogy jó ne, ne, ne. De nem gondoljuk komolyan. De mi nem gondoljuk komolyan, mert nem akarunk szakítani. nagyon úgy Egy, nő, ezt szeretné, és nem innen ide megy, hanem innen megy ide, megy ide, megy ide, megy ide, megy ide, megy ide, megy és nekem is a Nikóval mindig, ha, vagy ha van vita, akkor ez a problémám, hogy mondja egyértelműen, és ne nekem kelljen kitálni a gondolatát, mert utána én leszek a hülye, hogy én miért nem találtam ki a gondolatát. És ettől ki vagyok. De nem csak a Nikónak, neked és csak és akarom, és a, és a, és neked csak a gondolatot. a különbség az, hogy mondjuk azt mondja neked, hogy oké, okay, és meg az, hogy oké. Okay. Tehát, hogy hiányzik az esbete vége, az mit jelent? Persze. Mert az oké, okay és az azt jelenti, hogy jó rendben teljesen nem van az oké, okay, meg azt jelenti, hogy Persze. túl hogy gyorsan kezdek gondolkodni, mi Igen. a szomorú Az ok a legrosszabb. Úristen. de az oksival ok ott minden. Oké, okay, és oksi, jó, van, megbeszéltük. jó. minden. jó, de a szünet az olyan, hogy ugye vele, hogy hiányozni fog neki, rájön, hogy mit veszített. Nem, nincs vége, mert rajtad fog agyalni folyamat, és úgy te ott ülsz, hogy jó, mindjárt visszajön majd, és bocsánat. A nők sokkal inkább ilyen Elra taktikusabbak a férfiak, Igen, igen amit akarnak, elmondják, vagy tetszik, nem. vagy nem. Én szerintem így az alapvető férfinői ellentétben szerintem biztos az lehet a legnehezebb, hogy, hogy így elbeszélnek sokszor egymás mellett. Mi is nagyon sok vitában amúgy elbeszélünk egymás mellett, és, és pedig amúgy ugyanazt fújjuk valahol, de elbeszélünk. Na mindegy. Mit gondoltak amúgy, és a kedvenc témám, és megint nem, hogy értsétek pontosan, hogy mire gondolok, a kegyes hazugságról. Most történt velem egyébként nemrég, elmeséltem a történetet. Fú, akkor akkor, nem, akkor, nem vagyok, akkor a szemforgatást majd be, ilyet, Tud, szemforgatás nem, vagy. Vagy. Nem, vagyok, nem vagyok papucs. majd lécim, majd kroppoljuk és lassítsuk be. Történt egy ilyen, hogy egy kedves hazugságok is, egy akkor a szemforgatás. Nem vagyok papus, de elmondhatom. De nem olyan, amire gondoltak, tökéletes. Annyi történt, hogy mentem. Nem le az szépen. egyik bevásárolok, azt mondom, hogy telefonáltam. És szembejövő mozgó lépcsőn az ex jött. Tudod, ez tipikus, hogy így elmentünk, hogy mozgó lépcsőn. Minden. egymás mellett elmentünk. egymás kezét megfogtatok, nem? Bár, vagy? De bár, hogy nem, bár, És nem. ő először nem is vett észre, a barátnél vett észre, láttam, hogy tudod, ez a kellemetlen a és hello. De utána ő, ő is észrevett, és akkor csak köszöntünk, szia, szia. Én apámmal telefonáltam, közben folytattam. Én nekem tök jó érzés volt az, hogy nem éreztem semmit, nem akartam beszélni vele, nem tettem le a telefon, stb. Tök jó érzés volt, és ezt a szitu, ez egy tényleg öt másodperc egy napból simán aznap találkoztunk, és simán lehetett volna az, hogy elnyelem magamba, úgy derül ki soha, érted? Úgy derül ki soha. de várjál, várjál, és én amúgy, Igen. tehát én amúgy lehettem volna vele úgy, hogy most kvázi egy kegyes hazugság, igazán nem elmondom, de inkább bevállaltam azt, hogy elmondom, hiszen amúgy tényleg semmit nem jelentett, elmondtam neki, akkor nyilván egy kicsit kiborultam, amit nem de értek, hogy, hogy elmondom, akkor mi borulsz ki, de mindegy, nem ez a lényeg. Feltettem pár kérdést. Ezt a ilyen szar én tökre értem, miről, miről, beszélsz egyébként. De szerintem az a baj, hogy, a kérdez, hogy nem hiszek ebbe. De én, nem, bocs, én, hogyha, nem nem el, hogyha nem, mondom el, hogyha nem mondom le, akkor Vagy én, én az egy finom, kegyes hazugságnak mondom. én, én, mindenről szeretek tudni. Én azt szeretném, hogy az én kapcsolatomban az úgy nézzen ki, hogy én mindent elmond, bízom. De van, ami tudod, hogy bánt téged, és amúgy most adott esetben, hogy ez bántja, akkor meg akarod kímélni attól, de nem csak meg akarod mert ez semmiség. Várjál. Jó, csak mondjuk, de ez semmiség. Kedden hazajön a Marci, 12 óra forgatás után. Egy ilyen történt vele, hazajön, és tudja, hogy neki ezt egyébként el kell mondani. Igen. de a fejébe. Elmondom mostanikónak, kettő órán keresztül lesz benne egy kicsit, egy kicsit üske, amúgy, és passzív-agresszív lesz velem. Ő nem fogja bevallani, hogy valóban passzív-agresszív, de azért nem úgy fog válaszolni, azért el fog lökni magát, azért ilyenek. Igen. Vagy amúgy, én tudom azt, és pont magam miatt, mert pont így érzek, tudom azt, hogy nekem még tényleg semmit nem jelentett, és miután ő ezt lehet, azt fogja gondolni, hogy nekem jelentett, amit én viszont én tudom, hogy úgyse, ez igazából lehet, lehet, hogy, hogy, lehet, hogy nem. Le lehet, hogy, lehet, hogy nem mondom el. Nem, nem, csak szerintem ez a kegyes hazugság tényleg van azt persze, is mondani, ez egy olyan valami. dolog, hogy például, érted, most mondok egy példát, hogyha mondjuk vannak olyan témák, egyértelmű, amik felidegesítik az embert, pedig tudja, hogy nem kéne. Igen. És erről rengetegszer beszéltünk, hogy a Sárinál is van olyan, amikor tudod, hogy olyan történik, hogy ha végig gond, az ember logikusan, akkor tudja azt, hogy igazan a másiknak. De akkor is emberi intuícióból hirtelen, hogyha ezt az információt, gyökér módon és ilyen szokott utóra bocsánatkérés dolog. De szerintem, nekem a szüleim mindig úgy neveltek engem, ha hazudok, jobban ki fogok kapni, mint hogyha igazat mondok. Na igaz, ezt akarom én, mondani. Én, én így élem az életemet, Egy és én úgy vagyok vele, hogy kiborulok 10 percre, ha mondjuk elmondod, és olyan, által megpróbálok mindig olyankor, hogyha őszintén valaki elmond nekem, el, akkor már kicsit próbálok így visszafogni magamat, hogy érezze, hogy nyugodtan csinálhatja ezt bármikor, de ha nem megy akkor is sokkal jobban utána haragudni fog, hogyha hazudott, vagy nem mondtál, mint hogyha elmondta volna. Az egy 10 perc, ha hazudik, akkor... Az, ez hogy, hogy... De ez olyan, hogy ha nem mondják, akkor arra... nem hazudott volna, mert úgy sem, tudtam. Igen, volna, de, mert én de, szóval picit, ilyen... mert szerintem olyan példák vannak a fejetekben, hogy... Ő megcsókolta ő egy lány, odafutott, és megcsókolta egy lány egy koncerten a Brunot, és elmondja, vagy nem. Érted? Vagyis, hogy ha nem is mondod el. Elhallgatom azért, hogy tudom, hogy semmit nem jelent nekem, és nekünk ne legyen feszültségünk ebben a kérdésben. fontos. De a hazugság az más. A másik oldalról tudod, hogy érezted. Más hazugság. Miért hallgatod el? Jön a kérdés, hogy miért? ha van mértje, akkor tudja, hogy De ha meg ezt mondod neki, hogy figyelj, nem akartam, hogy ezzel más percig is azt hiszem tök a saját magadat és nekem nem ment semmit, és ennyivel le lehet tudni, akkor is azon, hogy akkor is miért nem mondtad el? De miért te döntöd el? És igaza van, de igaza van. Én ne, ne, tökény... van. Mind a kettő félnek igaza van. <sínyi> nem, az csak, hogy pont ezt mondtam annó is mindig a bumnak például, amikor így nagyon nagy mester kegyes hazugságoknak, és mindig mondtam neki, hogy Miért te döntöd el, hogy én mi fog kiakadni, és mi nem? Te honnan tudod, főleg most mondhatok, hogy mennyire bonyolultak vagyunk, stb., honnan tudod te eldönteni, hogy én kiakadok-e, vagy semmi? Azt, általában... azt is hogy hogyha nem akad ki valami, nagyon, tudod? De akkor... gyanús... teljesen más, amit ti felmértek, az általában rossz. Tehát amikor azt mondod, hogy ki fogok ezen akadni, valószínűleg nem fogok, és én azt mondod, hogy ezen nem fog kiakadni, azon meg kiakadok általában, szóval... Ez de, mi, szóval de a fiúk de... igazából napvégén basszátok meg és soha ne próbáltak a csajotoknak a kedvébe járni, mert úgy, úgy <laughs> se lesznek jól. Minden, mondjatok el mindig a csajotoknak, ennyi. Igen, ez az összintén. egészséges. Jól tettem akkor, hogy elmondtam. Nagyon király nem. vagy. Alapvetően a férfi-női kapcsolatban egy picit amúgy egy ilyen, egy ilyen alanyi jogot érzek, hogy a csajoknak talán úgy lehet, tudod, de hogy a fiúknak annyit nem. Egy picit mindig érzek ebben hogy mivel ők a törékenyek, ők a nők, ők a, tudod, te, mind, te, te mindig te lehetsz egy paraszt, és te megvonod a vállad, Ja, de, de ő igen, ők nem. De ez egyébként szerintem egyébként ez egy nagyon jó mondat volt, amit eltanultam az idősebbek, hogy ja. a nőkkel kompromisszumot kötni nem szabad. Még azaz azért nem szabad, mert a nőkkel kompromisszumot kötsz, <laughs> akkor az azt jelenti, hogy kicsit érzik, hogy hopp, még nekik szabad is engedni. Oji, oji. És akkor mindig egy kicsit többet akarnak engedni, de a kompromisszum igazából sohasem lesz. 50-50, hanem leg, legjobb esetben 60 -40. Legjobb igen. esetben. De visszatérve egyébként, mi volt a kérdés? Ez nagyon fontos, hogy elmondjam. Kegyes hazugság meg ez, de nem tudom, hogy mit. Ja, de, 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 de jó de fogadjunk, egy férfitól hallottad, faterottól vagy. Igen, bár. igen. nem szóval visszatérve egyébként, ja, hogy a egy kicsit többet szabad. Igen. Hát szerintem ez azért szabad egyébként, mert alapvető bájtottság, ami, ami, szerintem egyébként normális, legyen is így, hogy mindig a, a férfi, a kicsit a, a példa, az útmutató, ő az, aki az, az éjszakában a csillag, érted? De hogy, de ez olyan dolog, de hogy így ez mindig is, is ez különböző dolgokban van. Tehát szerintem vannak olyan dolgok, amikben a fiúk lehetnek kicsit idiótábbak, Igen. vannak, amikben a csajok lehetnek kicsit idiótábbak, érted? Szerintem például a fiúknak az, hogy hogy kinek a szarát teregetjük ki a másiknak, az egy, az egy, tök olyan dolog, hogy ez fiúk körökben, hogyha valakinek elmondod a titkát, akkor ez egy olyan, hogy ez az úgy gatya a szar. A nőknél megint egy kicsit olyan, hogy na jó van, tudjuk, hogy milyenek a csajok, elbeszélnek egymás mellett. Fiúként megbeszéled a csajod, de, hogy hazajesz ez kettőre, de még reggel 4-5 négy, öt, négy, öt órakor segrészegen dobálod a dárztábra dolgokat. Csajként fura, de fiúként megint kicsit olyan amúgy, hogy Hát az meg a fiúkkal van, hagyd menjen érte. Szóval ilyen dolgokban van, de értem, amit mondasz, hogy összességében szem szóval több dolog van, amiben a csajokkal elnézőbbek lehetnek a fiúk, Igen. de egyébként ezt nem szabad. Ezt tényleg nem szabad megtörni. Én ezt mindig ezt hallottam, meg ezt, ezt olvastam, meg bármi, hogy amúgy egy pár olvastam. kapcsolatban... Ez én blogomon, én írtam. a blogját. De ezt tapasztaltam, Mit? De muszáj meg nem, szerintem egyébként azért volt, hogy tartom fontos, hogy kiemeljük, mert rengeteg azt érzem, hogy jönnek itt a izé a Slay azt nyomják el a fiúkat, pedig nem, hallod, nem Young Kings, az Young az King, az King, az vagyunk végig. Igen, nem, én nekem ő pont ő ezt ő akartam ő... mondani, hogy mondját, ja, mondjad, bocs. Nem, csak most nem fogom, hogy mondjad, mondjad, Itt akartam. Én ez is embertípus függő, mert például én, ha velem valaki kompromisszumot köt, akkor ezt vissza is fogom adni. Tehát én olyan vagyok, hogy jó. Most te egyszer ezt megtetted nekem, akkor én vissza fogom adni. Viszont, ha valaki meg nem enged nekem, akkor én bedühödök, és akkor olyan vagy, akkor, hát akkor csak akkor nagyon makas leszek. Ez van egy, egy ilyen női makacság is, Tehát amúgy, hogy, ami, 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 nagyon kemény. ez a kompromisszum, ez pont, hogy jó, mert nem tudom, hogy ki milyen, szerintem szóval te is inkább ilyen vagy, nem, hogyha ő kompromisszum vagyok, akkor te is. Hát szerintem, ja, de csak... a lányok elég simulékonyak ilyen téren. De ez kompromisszum, is, hogy inkább egy olyan dolog, hogy amit, ami nekem se esne jól, azt ne csináld, és ennyi kb. Tehát, hogy azt csinálj, azt olyan dolgokat csinálj, ami egyébként neked is jó lesz, ha veled követik el, nem? Tehát, mondjuk tehát, olyan nincs hogy mondjuk nekem esni, hogyha mondjuk te hajnal kettőre érsz haza, de amúgy én meg mindig hajnal ötre fogok hazérni, ez sem működik, hanem hogy, hogy mindenkinek azt kell adni, amit szeretne kapni. Hát és persze. akkor igazából kurva egyszerű dolga van az embereknek. Igen, nekem pont ez volt az a gondolat, hogy én azt hallottam, hogy nagyon nagy okosok azt mondták, hogy nyilván most itt mi is poénkodunk, ez a férfiak a királyok, vagy blablabla, amíg bla, de, úgy így gondoljuk. De hogy egyébként a tanulság nem? A tanulság az az, hogy amúgy egy kapcsolatban nagyon fontos, hogy tényleg mindig az egyenlőségre törekedj. Szóval, hogyha amúgy ő neki, és mindig ezt mondom neki is, ha neked szabadom, hogy ötig bulizni, bulizál, érez jól magad. De akkor én is ötkor fogok hazajönni, érted? Van. És nem öt óra kettőkor, nem öt óra 30 öt korom. Kor. Ne, de tényleg, hogy legyen, ugyan, tehát hogy mindig az, hogy ne legyen egy kapcsolatban, de nem csak egy kapcsolatban, egy, egy munkahelyen, egy baráti kapcsolatban, egy választáson, egy tök minden miről beszélünk, ne legyen ilyen kettős mérce, hogy valamelyiknek az nagyon lehet, a másiknak a felét sem. Mert én ettől kikészülök teljesen. Van még egy kérdésem. Niko? Hmm? ha mondjuk a Marcinak Mondjuk most kivegyek megyek tudod. Na most így lehetünk. Mármint a műsor után indul a gépünk a műsor. azt mondom. Hanem az, hogy, hogy a Marcinak mondjuk mennyire tud spontán lenni veled kapcsolatban? Mert én már rengeteg fiú barátom beszélgettem, ahol mindig előjött az a téma egyébként, hogy a nőknek kb. mint egy irodai megbeszélésre be kell jelentkezni. Tehát, hogyha szerdán azt mondom, hogy szerdán valami lesz, akkor legalább egy kettő hárapos határidővel előtte kell szóljak, hogyha ott már vázik a program egyébként. Hát, mert hogy ő is tudjon programot csinálni nekem mindig. Igen, van, és ez a hogy, neked például ez így, mondjuk a Marci azt mondja, hogy mit tudom, most szerda van, és azt mondja, hogy hallod, tök jó volt a forgatás, most a Brunoval elmegyünk, és le verni öt darab meg egyet. ha nem beszéltünk meg semmit, utána, hogy csinálunk valamit, nincs egy konkrét programunk. De de hogyha azt beszéltétek meg, hogy filmeztek otthon, 100-ból 95 este így végződik, akkor az minek számít? Az egy olyan program amúgy, hogy tök jó azért csinálok meg, hogy valami legyen, viszont te mégis úgy követed, hogy ez egy, most egy kövövésen dolog. Ez nem akarok kellemetlen berakni, Hát, amúgy nem tudom. Én, én Ez a, baj. a a, baj. a, nők nem tudják? Nem, nem, Ez nem, nem, baj. nem, nem, De úgy nem tudjuk. Én szerintem a kapcsolatunkban én vagyok a spontán. És amúgy szeretném is, hogy Marci is egyébként kicsit spontán, spontán vagy, Amúgy egyébként spontán, spontán vagy, csak én azt mondtam neki, hogy amúgy, mert hogy Nekem egy kapcsolat az tény, hogy én amúgy nem szeretek annyit eljárni már, mióta kapcsolatban vagyok, ez lehet, hogy az évhülyeségem, mert nekem a, 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 kapcsolat az inkább az otthon levésre, az ízére, most így, hogy így elmegyünk, olyan minden, ezt adom, csak most bulizni nem tudom minden nap valahova, mert nekem az a szingliség, és ezt megmondtam neki, hogy baszki, én nekem a bulizás amúgy az köthető, hogy lemegyek csajozni, szétiszom magam, a spanyaimmal faszkodok, és vagy egy fel, vagy, vagy nem tudom. Vagy, az ördögnél a kádba. Vagy az ördögni a kádba, igen. Szóval hogy érted, hogy nekem erről szól, és, és, talán ebből adódhat az. De egyébként ő tényleg spontánabb, úgy ilyen szempontból, szóval, hogy ő spontán, én kevésbé vagyok spontán, de no. nekem annyira nem is hiányzik az egy. Együtt élünk, komoly kapcsolatunk. De mi nem hiányzik? Vagyis hogy, hogy, vagyis, hogy nem volt olyan sok példa például, amióta együtt vagyunk, hogy te mit mondja este, hogy nagyon kimegyek a fiúkkal sörözni, és ezért nem is tudok erre vélni. Igen, mondani. nekem amúgy ebben fejlődnöm, ebbe, Marci, ebbe úgy fejlődnöm kell. Mibe kell, mi kell fejlődnöd? Hát, hogy, hogy így kimenjek, és, és, akkor most itt a teszt, mert a várja, mert ő azt mondja, most itt a teszt országvilág előtt kicsikém hogy azt mondod, hogy akkor ha, ha spontán program van, akkor menjek, és nópara. No Persze. Jó. De én, én egyébként most nagyon sokszor mondtam neked, és ezt tudjátok ti is. Mit csinálsz ma este? Megyünk inni. Csára te? Amúgy én... Igen, Én is megyünk inni, esküszem, Én aggódjon! Én most nagyon jól úgy érzem magamat, amúgy hogy én egy billiárd amúgy ma nagyon szívesen lemennék egy Menjünk el, jó, el, és közel van vagy vagy egy billiárdszor is. Különben. Jó, de akkor ezt most egy adáson kívül megbeszéljük, akkor majd iszunk egy kicsi beszélgetésre. Menjünk, menjünk, én is akarok. Mennyire? oké, okay, egy kapcsolatban féltékenynek lenni, mi az a szint, ami féltékenységnél még oké, okay? illetve hogy ez magunkból fakad? Igen. Igen, Bajt szerintem. Egyértelműen. Én egyáltalán nem vagyok egy féltékeny típus. Tehát sár imádja Semmire. magát. Nem, viccelek egyébként. Nem, nem is magamat imádom, hanem én nagyon sokat dolgoztam magamon az évek során, akármint munkában is, sikereket értem el az életemben is, és én meg vagyok magammal elégedve, nem vagyok uh -huh. teljesen, mindig kell fejlődni, de hogy én. És kiemelhetsz sattam... ki, hogy nem a külsőre gondolsz mert az emberek azt gondolják, külsőd, én tudom, hogy a nem. A belső, Én a belsőmön dolgoztam rengeteget, és én eleve is soha nem hasonlítgatom magamat senkihez, nem vagyok eleve, hogy ember senkire, Tehát, hogy én úgy vagyok vele, hogyha ha valakit lehet vinni, azt vigyék. Én annál több vagyok, hogy ezen stresszeljek, ezen a mert ez igazából kettőnkön múlik, meg hát a harmadik fél attól függ, de igazából inkább kettőnkön múlik. Én tudom azt, én soha nem csinálnék ilyet, és én ezt ki is nézem a párommal is általában, szóval... De nekem volt olyan kapcsolatom, amúgy aki nagyon féltékeny volt, és igazából Fállam. kiderült... Hogy ő volt a hogy Igen, ő, hm? ő hát, Mindenki magában mert, indul ki. magából indult ki. Én például erre azt tudom mondani, hogy... De most ha... például abszolút nem vagyok féltékeny, nagyon érdekes, vagy én én sem, úgy érzem, De hogy nem, nem is okot egymásnak szó. Igen, de szerintem egyébként a féltékenység az kicsit az abban, hogy az ember hogyan saját magához. Ha az ember tökre meg, tán, például van olyan ember, aki tényleg imádja magát és csókolgatja a tükröt, érted, amikor reggel felkel. ő például szerintem nem tud annyira féltékeny, nem vele, hogy az meg nálam jobbat próbálj ja. meg, akkor maximum találni, érted? Van olyan ember, aki viszont utálja magát, és benne megvan az, hogy ú, tuti ő is szebbnek vagy csúnyábbnak lát, de egyébként szerintem rengeteg ember egy. Tehát, hogy csomó ember sajnos a külsőségbe látja meg, például pont szerintem egy pár jön az, jön az, ahol a, a, személy jön elő, és a külsőség esik vissza, egy kavarásnál, egy valakit felszedsz, táncolásnál, bulizásnál, egy éjszakás kalannál, igazából domináljon a külső, ha örülnek, hogy meg tudsz szólni kettő magyar szót, mert ja. pacsik vagyunk, érted? Ha viszont kapcsolat, akkor meg legyen az, hogy Előnek a belső dolgok. És szerintem egy ilyen féltékenység az akkor tud egyébként kialakulni, hogyha kicsit azt érzed, hogy a párod több embernek szimpatikus, te meg kevésbé, uh -huh. ennél, vagy amikor te saját nem vagy megelégedve. Tehát ez lehet külső, lehet belső, illetve azt hisz, hogy fú, hogy nagyon egy gyökér vagyok, és nem, nem kedvek az emberek. Én mindig azt gondolkozni, hogy aki annyira imádja magát, az nem -e csak egy látszat neki, és amúgy igazán ő is emészti, mert amúgy nem tudom elképzelni, aki annyira narcisztikus, vagy annyira is Isten komplexusos, hogy azt mondja, hogy. Ne pont, ez is féltékenyek szoktak és Ti, most a narcisztikusokról beszélek, én arra beszélek, aki tényleg tisztában van azzal. Tehát, hogy most ne, 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 szíves, ne, ez jó. Ne, de de alagom, magával, ne magát, hanem tisztában van az, igen, hogy igen. igen. De ér. például szerintem, szerintem én például, amikor fociztam, és jól, jól, néztem ki, tehát hogy hat kockásosan volt, jól néztem ki, szét voltam tesizve, akkor reggel felkeltem, és úgy voltam, vele, be, és azt mondom, hogy beesztem a tükörbe, és azt mondtam, hogy bazd meg, a nap végén amúgy Jól nézek ki. Érted? Most már ez nincs meg, csak nyilván. Az én most is megmondom neki. <laughs> Értetem. Nem. Érted, ha nem Hát, hogy érted, hogy ez az önbizalom, szerintem ez kell. Meg más az, amikor. Egy, tehát egy, én úgy gondolom, hogy egészséges önbizalom legyen minden emberben, szerintem. Érted? Én, nekem a focipálya úgy, is mindig úgy mentél, fe, hogy én vagyok a legjobb, mert ha nem úgy mész, ja. ha az nem igaz is, akkor is magad ezt kell állítani, ja. és így tudsz elő lépni. Ez magyar előadó, de nem csak magyarok, szerintem a világon mindenki azt hiszi, hogy ő a legjobb. Hogy szerintem mindenki kölcsönösen tiszteli a másikat úgy. én azt figyeltem, hogy megvan a tisztelt tényleg érted, te is szerted, a manuel számát, ő is a tiédet, tök mindegy, de ugye mindenki hisz, hogy mindenki, hogy azt hiszi, jó, de egy kicsit jobb vagyok, tudod, hogy mindenki ez benne de van. De szerintem ez kell is, tehát, hogy ez minden téren fontos. Hát lányokban az, az, annyira nincs ilyen. de ezt van, a lányoknak egy picit nem nem amúgy ebben amúgy nem az önbizalom, hogy, hogy ez én ezt mondtam is neked, hogy hidd el magadról, hogy amúgy... Igen, de szerintem vagy a... pont ezért van ez, hogy a fiúk egyébként azért tudnak lépcsőket így lépkedni, ja. sprintve, mert tényleg végülték a csőt. grind. Igen, mert tényleg én például még soha... Pacsizunk már, rég pacsiztunk, amúgy legyen valami és soha nincs olyan, olyan dolog, ami belekeztek, és nem az az alap kiindulásom, hogy én biztos, hogy mindenki jobban megcsinálom, mint aki Igen. ezt valamit csinálta. És ből tízből kilencszer hogy nem lesz jobb, mint a, mint a legjobb, biztos, hogy nem. Viszont ezáltal ezt így álltam hozzá, tudni, hogy jobb lett, mint ami amúgy lett volna, hogy hogy az, hogy hú, ez biztos, hogy jó, nem biztos, hogy jó. Igen. És most jön az egyik... Én értettem. Most jött az egyik legkedvencebb kérdés, amire nagyon büszke vagyok. Ja. És most tényleg próbáljátok figyelni, és ez egy picit is a lezárás, mert nagyon sok kérdésem lett volna, valamik, valamiket érintettünk, amúgy, de csomó mindent átbeszéltünk, ami tök jó, viszont ez a legfontosabb. A monogámiának minimum négy típusa van. Az első, nyilván a szexuális monogámia, gondolom a mással való flörtölés, csokolózás, szex, egyikünk se viselni el, szerintem ebbe egyetérthetünk, nyilván, hogy a kapcsolatban vagy. Utána van az érzelmi monogámia, ami mondjuk azt jelenti, hogy katartikus beszélgetéseket megélek mondjuk egy csajjal. Én... Valkusz Milán a konyhába. Rengel, reggel, a vilán, mondjuk. Tegyük fel, a Valkusz csaj lenne, és vele jön én meg. Én reggel hat órakor egy konyhába <síl> Például, igen, okay. Igen. Van a szociális monogámia, amikor mondjuk elmegyek sielni, vagy éppen egy kedvenc sorozatot nézni mással, tehát nem a Nikóval mennék, hanem a egy csajjal, oké? Okay. És a struktúrális anyagi monogámia, amikor közös vállalkozás viszek mondjuk az ex-szemmel, és azt mondom, hogy, hogy ez nekem fontos, ez jó jövedelme, ez, ez a vállalkozás, és a csajomnak, vagy a csajomtól megkérdezem, hogy te figyi bébi, amúgy túl tudsz ez az exemben dolgozok. Mi az, ami nektek belefér, és mi az, ami nem fér? Szerintem be? fiú-lány közötti barátság, mondjuk ki, szerintem nem létezik. Szerintem Egyébként. gondoltam, hogy ezt fogja Ez egy fasz. Itt felírva a következő, felir, következő férfi, fiú-lány barátság létezik. Ez egy Szerintem csak csajoknak. És én is mondom, hogy ez szerintem miért létezik. van. Én is Én mondom, miért van. ők mondják, hogy miért van. Én, én, oké, majd ezt akkor mindjárt mondom. Én fiú vagyok. Én fiú vagyok. Én még olyan lányhoz, kettes, tehát nem arra beszélek, hogy mondjuk te marszak a barátnője, vagyis egy társa vagyunk, de olyan nem létezik, én még életemben nem mentem el egy csajjal, úgy kettes program, hogy ne akartam volna meg. Soha életemben. Én se. És nem is ismerek olyan fiút egyébként, aki így döntött. És tehát Általában azok lesznek a fiú barátok, akik nagyon megdugnának, de amúgy neked nem jön be, viszont ő ezt nem akar a kudarcként megélni, ez úgy van, mert, hogy egyszer, amikor már nagyon sebezhető leszel, és nagyon ki akkor, akkor, meg lesz, és az ő valán sírni. És innentől kezdve én ebből beszélgetem, hogy kész álltam elég, hiszen az barátság között Nagyon sok filmet néztetek, nagyon Szerintem viszont van, mert az egy, az egy olyan, arra azt mondtad, nem ez, amikor a vége volt, hogy mondjuk az a kérdése, hogy oké, a közös vállalkozás vinni az ex Van mondjuk egy 100-200 milliós cégetek az ex érted? Ha, havi egyszer megbeszél ha, a dolgokat. Hagy, és hagyd ne, ne. Hagy ne. már emiatt abban, mert hogy most úgy csajom Ez, ez okay, De olyan, hogy elmegyünk közösen sielni, meg most e e e őszinte leszek, el tudod azt képzelni, mondjuk, hogy azt mondom a csajnak hogy hallod, ma nem megyek ki hozzá, elmegyek a Ciliért, a Cilivel beülök a kocsiba, meg hát, egy úgy... hosszú hétvégére, mi kettesbe beszélgetünk, és utána meg feltételez az, hogy amúgy én ne meg. Tehát ilyen nincs. Hát ugyanez, vagy az, hogy akár csak elmész egy csajjal, mert nekem akkor ennyire miért ne lehetne lánybarátom egyébként, és érdekes, hogy nincs lánybarátom, vagy ha van, akkor biztos nagyon Furán Érdekes. Csak akkor vagy egyébként csajokkal egyébként. Csak akkor van csaj havarod is, puszi pajtás havarod csajba, amikor szinglivel, amikor van kapcsolat, akkor ezek hirtelen, hogy kurál érdekelnek, és el is engeded őket a faszomba. Ja. De mondják el nekünk a lehetnek fiú barátaink, nektek lány barátaitok nem. Na viszont ez, vissza a az kettős alanyjog, jog, ez az alany jog, és a... vicceltem, te, te fiú barátod egyébként Mi? valószínűleg ugyanúgy áll hozzád, mint hogy mi állnánk esetben egy random most csak vicceltem. Én, nem úgy értem, amit te, Te tudatában vagy annak, hogy a te fiú barátod meg akarnak téged dugni, és ennek ellenére a marcnak csinálják hogy én elmegyek velük bandázni, mert ők a fiú barátaim? De Szerencsére nincs ilyen, hogy én nem tudom, miről beszél sok fiú barátaim. Miről csak... tettem fel? Miért váltam, hogy ő válaszol? Ja, meg tessék, meg. válaszolj. Hát én, de mit mondta? <laughs> ő mondta. De várjatok, mert most két. Tehát, hogy neked vannak mondjuk, tegyük fel, öt darab fiúbarátot, mondjuk. Az az öt fiúbarátot, te tisztában vagy azzal, hogy ők amúgy valószínűleg, hogyha úgy alakul, és még te részeg le lecsókolod őket, ők tudik, hogy adnák, és tovább vinnék, ameddig lehet. Szerint, tehát ezt aláírjuk. Ő ezt nem írja alá, ez mindjárt. Ez jön. Nem így gondolod? Ne. Tehát te erről meg vagy győződve. A be 5 liter vodkát meg a Nikónak a fiúbarátait azonnal. <laughs> Igen. Jó, amióta veled vagyok, tényleg nincs sok fiúbarátom. De Erdélyben nagyon sok volt, például a tesómnak is, a, akikkel zenél, nagyon jobban vagyok vele. De nem, 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 te nem, nem. a fiúbarát most én arra gondolok, hogy kettesbe elmentek programozni. Nem az, ők is ott vannak már a fiúmnak, a, vagy a tesómnak a haverjai, mert érted, nekem is van lány és rengeteg. Jó, de ez is más, érted. Én úgy gondoltam, hogy fiúbarátok, hogy többen vagyunk, jóba vagyunk, beszélgetünk az más. néha. Az más, most. Jó, de hát ez is mert barátság. most mi is havarok vagyunk, de, ez de, is barátság, de, de te nem az én barátom, szerintem. Jó, amiről te beszélsz, amúgy azzal lehet, hogy egy kicsit nem értek egyet, hogy most van egy fiú barátom, és elmegyek vele moziba kajálni. Én már erre most, most már le lehet, hogy tényleg már a fiú épp Azt érez. Fura. Ami adjuk, saj, mert adjuk mindig, oda a csaj. adjuk Szerintem amúgy egyébként ezzel egyetértek, hogy mind, mindig valaki többet érez. Egy adjuk barát. oda a fiú barátságok szakértőjének a szót. És illetve zárjuk de ki én, én innen a, a melegeket egyébként, be? hogy a meleg barát, tehát hogy van egy meleg barát, tehát, oké, értem. Nem az is b <laughs> Ah, úgy az nem, Az nem, de igen, ez sára vélemény érdekel. Tehát akkor te, Nikó lehetem, átállított. Vagy lehet, hogy a meleg, a, a csajodnak. De, de bár nem, állítottál át, én csak arról beszéltem, én azt hittem, hogy olyan barátok, hogy érted? Van értem, olyan barátok, értem, akivel mondasz, beszélgetek, értem, de az, egy mondasz. másik dolog, hogy elmész mozizni. A csajodnak értem. van egy legjobb meleg barátja, az lehet, téged akar felszedni. Egyébként igen, ebben is van majd. Hogy... Tapasztalat. De te, Elmondom, de... hogy én ezt úgy hogy gondolom. Na, mindenki fülét Én most tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Most gondolkozom, meg fogom, hogy érthető legyen. Annyi a szerintem, hogy egy, egy ilyen össze a többi két ember kell, ha te. Már eleve úgy állsz valaki, hogy csak barát, az csak barát lesz. De, hogy hagy, hagy mondjak valamit? Hogy mondjak, erre én akarom rákötni, csak figyelj, én, ért, én minden csajnak ezt magyaráztam. Én értem, hogy neked te barátként nézel rá, de te honnan tudod, hogy ő mit gondol? Mert te elmondhatja neked, hogy dehogy Sári, soha nem néznék rád úgy. Te örülnének, annak, hogyha mondjuk a palid egy, -egy olyan család találkozik, aki haverja, és a palid nem érdekli, de minden nap úgy jön, hogy fel van kötve a haja, és be van kenve a és akármikor kész hogy egy, egy guagua kétezet adjon. Tehát, az a másokat akartam mondani, hogy én azt tényleg elhiszem, hogy elsőre a fiúk általában annyit látnak, hogy fú. Tedd Igen. a szívedre a kezed. Hány fiú barátod vallott neked szerelmet tízből? Őszintén én tudom a választ, azért mondom, félrezem. Hány fiú barátod volt, aki 10 tí tíz fiú barátból, aki a nap végén egy héttel, egy hónappal, egy évvel rá valamikor szerelmet vallott neked? Őszintén. Igen. Igen. Tízből mennyi kb. arányaiban? Az már nem barátság. 9. Tízből kilenc. Sára, hoppá, akkor hagyjuk. De várjál! De viszont van kivétel, mert van egy. Az A, a kilencből egyik de az, barátom, de, lehet, hogy nagyon régóta. Hello, de és mi van akkor, hogy ő hogy... két év múlva van szerelmet, amúgy Sára. De ez már egy ezt mutatják? Négy éves barátság. Hát azért hat év múlva megnézném én azt. De én azt, azt akartam pont mondani, hogy az elején lehet azt mondja, hogy egy jól néz ki, tetszik amúgy, de van egy pont, mikor amúgy ez átfordul szerintem. Fiúkban ugyan már, soha nem Vagy átfordul. Hát, hogy átfordul, és hogy megszületenek, mint ember. Van az, ahol a a a a hogy a innen ide kerül, és mondjátok ezzel meg az, a természet az úr. De ez mikor... tipikus, ez mindig, ez mindig az, hogyha egy ilyen helyzet van, akkor mindig, én is mindig ezt szoktam akár fiútól is kérdezni, hogy jó, de nagyon ki lennél, nagyon izé, nagyon olyan a helyzet, együtt alszatok izé, és ő adná. Megdugnád? Hát jó, át, akkor meg. Na, akkor mi Na, igen, az igen akkor azt mondom, mi rengeteg aftoros beszélgetésen voltunk, csak a fiúk voltak. Elhiszitek azt nekünk, hogy Rengeteg fiú volt, aki azt mondta az utolsó, tényleg, aki tényleg soha senki nem nézett még rá, hogy beszélgetésen, nagyon jól néz ki a csaj. Ő is azt mondta, hogy hallod, ha most ide bejönne hozzád, megdugnád? Persze, megdugnám, Érted? Tehát ebből kiindulva minden fiúnak Kók, van egy ilyen szándéka. Eljelöve, akkor minden fiúnak van ilyen szándéka, akkor hol van? Szerintem, hát ez? Szerintem nincs, ezért az nincs fiúnak ez a barátság. barátság. Nekem az a hogy a nők elhiszem, hogy ezek a fiúk a nők részéről lehet. Szerintem aki egyébként a lányokkal tud igazán barátkozni, ez nem attól van, csak tényleg azért van, mert soha nem fog érzelemszerűen kiváltani belőle ingert, azok a melegek. Mert még még a. nem úgy fog a tekinteni, hogy fu, de letéptem a ruháját, hanem hogy, hú, nézzük ki, ki az, aki a mi ruhánkat letétné. És akkor ma megint. Igen, igen. Van jó milyen... barátom, van, és én ezt amúgy nem így gondolom legalábbis. Te tudod, hogy 10-ből 90-ben sem számít. A legjobb fiú barátaim voltak. Azok Most... ott... a legjobbak voltak, tehát van egy kézzel, miért a nem legjobbak? Azt a mindegy. <laughs> szóval 10-es, 30-as lista, ő a szűk 10, a top 10. Ez volt egyébként az adások a legjobb pontja. Egyébként igen, Erről órákat lehetett tényleg még beszélni, meg van házasság, mindent. Karibb, Jó, de szerintem egyébként most külön tehát hogy itt volt a haver, meg a barát között egy ilyen fura, tehát hogy Érted? Igen, ezt mondom, de Nekem öt barátom, barátom van, a... van, vagy maximum 6-7, egyébként itt egy kényi. Kényi. Én kényi. van 150 kicsit haverom. Nem értem, hogy hol vagyunk. de már, én, én a haverokról Van, nekem van ilyen kettő fiútesóm is, miattuk jó, de is. De most a tesóidet, nem veszük ide nem nyilván. Nem, ők, mint ők a barátaim, csak a nekik is a barátaik, ugye, sokszor loptunk együtt régen, stb. De jó, de ez max ez haverság. most ez azt még egy... folyamatosan együtt aludtunk. Értem. Hat fiú és én. És nehogy oh, én. azt gondolt, hogy a... ki, jól létszi. Folyamatosan együtt aludtunk, hat, hat fiú és én. én. Mondtam Miskó és Marci barátnője. De nem, de külön szobában vagy én a tesómmal. Szívem, de azt, én csak azt megint nem értem, ugyanazt tudom mondani, Bruno, mert csak nem beszélgettünk erről sokat, de csak egyet tudok, akinek amúgy bejöttél, és tetszettél neki amúgy, és ez neked is szerelmet valott, stb. Tehát akkor megint miről beszélünk? Te honnan tudod, hogy ő bennük mi De várj, akkor nem megdugni akartam, hanem beléd szeretett, ami ember van. Na, jó, de most tök mindegy, hogy... Akkor mind. ne haverkodjatok. De, 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 meg de, de, de várj, akkor ne legyenek fiú barátaink, vagy mi? Nem, Nikó, azt akarom kérdezni. ki? hogy nincs. Neked hogy esne az? Én megértem, hogy nincs, de akkor még lehet, nem? Igen, csak akkor mondom neked, hogy. Fia, ez, akkor mondom neked azt, hogy a marcinak <laughs> szerinted lehetnek, lehetnek lánybarátnői? Ja, amúgy legyenek már. de legyenek. vannak. Ki? De nincs. Ki? Ki az, aki kettes vagy a programban? Pszichológusok. Pszichológusok az, az a pszichológusok. Azért fizet, mag mag meg, meg. meg, hogy legyen a barátság. Ez fia, az nem igazi. Azért pénzt ad. Azért pénzt ad, az amik meghallgasson. De miről beszélsz? Hát, nem csak ezt, 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 de szerenem, Én nem én, amit miről beszélsz. Most nem mondok, mondani, mondani, hogy neked Anyám is a barátom. A te Igen, most most kérdezz, az. azt, hogy téged elenged a én és elengedtem, azt mondod neki, mert kapcsolatban nincsen, egy elengedés, hanem azt mondod, hogy figyelj, én elmegyek, találkozok, találkozok mondjuk a Tihamérrel. Marci tudja, hogy tiha mér igazából, akármikor nem látod, rád gondol, otthon matyizik, hokizik. hokizik, és még azt, mondja, hogy nyikul, Ennek a tudatában, ennek a tudatában a Marci téged engedjen el úgy, és tudja azt, Igen. hogy akármikor ott a véletlen nagyon-nagyon részeg leszel, és már nem, nem vagy öntudatban lekap téged, ja. vagy amúgy kellemetlen szituációban aki a szituációba Marcit, meg téged is, viszont ez ezt úgy eshet, hogy te igazából ennek ellenére partner vagy ebbe, hogy hát... Nem, fog, nem, fogom engedni, de amúgy attól függetlenül, mert tudom a szándékait, attól függetlenül még elmegyek. És ez a szarérzés, mert neked sem esne úgy jól elengedni, hogy tudnánk azt, hogy tényleg lemegyünk egy buliba, ha mindenki atomrészeg lesz, és tudod azt, hogy Cilike már arra vár, hogy mikor adja neked egy tényleg egy bőnyálast, érted? Szarul nem? Igen. És, és Marci még kettes be, mert mozizni is Azért még vannak és De, de nem haverok, barátnők. Az egy, tényleg Nekem az a barátom, akit, hogyha nagyon szarul érzem magamat, fej hogy figyelj, igen. vagyok, menjünk a két órát kocsikázni. Nekem ilyen lány nincs az életemben, max barátnő. De én mondtam, hogy egyet ezzel, de attól még lehetnek barátaink. Legyen barátai ne legyenek fiúk. Legyenek barátaitok, és amúgy Jó, akkor értem, nem amúgy az jó értem, és nagyon, nagyon egyszerűen nagyon egyszerűen lefordítom amúgy, ők abban a flashben vannak, meg abban a hitben, hogy barátok, de közben ez nem egy olyan egy, tehát mi mondjuk azt mondom, jó haverok, barátok vagyunk. Én nem akarlak téged megdugni, te nem akarsz engem megdugni. Jó, és esetben. Így. És van egy és És ezért vagyunk barátok, érted? Igen. De ott ők kiveszik a képletből azt, hogy ha már csak az egyik úgy néz rám, le akar kapni, meg akar dugni, be, be, bármit, mit tudom én, mit akar velem, akkor az már nem barátság, az a barátság, ha ugyanazok a feltételek, érted? Igen. És ezért, ez, mi ezért nem hiszünk, és értem, hogy a tiri oldatokról, hát nem néznék ugye, izé bandikát. Hát, tényleg nem a amúgy. Mert van, tényleg nem, nem gondolkod hiszem, gondolkod és el is hiszem, és ezt ő is elhiszi, viszont a, mi a csávokban nem hiszünk, baszki. ki. tudod, mi? Hát, csávok vagyunk, és ismerjük magunkat. de ez... nem, nektek van egy körötök, így gondolom. Nem csak a kör. Magyarországon szerintem, Szerintem mind a harmadik fiúval meg lelkisztem már valahol valamikor amit U, <gülőző> De egy. A kedves nézőink írják meg, hogy létezik-e a fiúlány barátság. Ez a jó kérdés. Ne, de nem a mind mind. Kifejtés nincs, de szavazni, majd csönk valami szavazást. Jó. Szóval, játék, és euh, nagyon kapcsolódik is ide ez a játék, ugyanis nincs is ennek szerintem neve, de azért akartam ezt most ide hozni hozzátok, mert ez Sárának a találmánya. Megkérte, hogy ne hívjam így, hogy a találmánya, de akkor úgy mondom, hogy az én Olvasatomba, ő fedezte fel. Ezt a ő, aki levédett el őt Levedett tele. Jó, a sárának a találmánya. Szeretném tisztni ezt nem én találtam, hogy csak azt kamztolom. Kegyes azugságot készítem. Tök mindegy. Én tőled hallottam. Tehát ez nem egy társaselék. Amit most tovább fejlesztettünk ide nektek a podcastbe, a lényeg, hogy itt van egy, pakli, mindjárt kirakom a paklit, tele durva, és kevésbé durva kérdése, Egy adott játékos húz a pakliból, magában elolvassa a kérdést, majd aki a leginkább igaznak tartja a kérdést, állítást rámutat arra az illetőre, ezután feldob egy érmét, így spékeljük meg ezt a dolgot, hogy is van, de ez segíts, hogy ha fej, akkor, elmondja. akkor el, kell mondani, akkor el kell mondani, mi volt a kérdés. Igen. Ha írás, akkor csönd van. Akkor titokba tartotja, és nem derül ki de nektek ér... se, és nekünk se mi az, volt a hogy a mi. mi diszklémert az egy diszklémert egyébként, Ez hogy tudjátok otthon csinálni. Ez a játék egyébként tényleg így néz ki, csak úgy néz ki, hogy igen. ha mondjuk vagyunk öten hatan, akkor én sugok a Nikónak de igen. Egy kérdést. Egy kérdést de. Na, valamit sugok, nem halljátok. Be, 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 be. Nikó rámutat, és utána az érmedobás, hogyha fej, akkor soha senki nem tudja meg, hogy mi volt a kérdés, és miért rámutatott. Nem, hogy a fej akkor megtudja, viszont írás akkor nem, tehát nem kell ehhez kártya, ez oké, tudja mindenki. Ezzel, ezzel, nem kell kártyaz, mert viszont, viszont, hát, viszont fontos dolog, hogy én még nem, ahol lányok is vannak a játékban. Sértődés. Én még nem voltam olyan házban, ahol nem lett volna a harmadik vita. Úgy, és a kérdés a vita, ugyanis a kérdések legtöbbségem, ki szerinted a legbüdösebb? Büdösebb, igen. És ja. alapvetően a lányok általában nem ismerik egymást, és félnek olyan mutatnak, hogy ismerik, ez rámutatnak, hogy is nem ismernek. És ennek tulajdonában mindig jönnek a nagy viták, meg a veszekedés. Igen. Szóval, ha valaki szeretne balhézni, hogy amit beszéltünk, a dopaminszint szint felmenjen a kibékülésnél. Az játszak... hogy már keretes szerkezet legyen, mert az adás elején beszéltünk, és itt a végén is most erről. Így van? Igen. Na mindegy, szóval értető a játék, igen, ezt súgni, itt most nem tudjuk megoldani, ezt súgjuk, de a lényeg. Mert kevesen így, volna, és ha most, én, most, most már cég, Hogyha most, hogyha mert hogyha most súgnánk egymásnak, ugye én súgnék a Nikónak, tehát hogy rám nem lehetne mutatni, a Nikó meg magára nem tud, ezáltal csak a opció van, ez itt szar lett volna, ezért három opció között tudunk tovább, viszont hogy én nem szeretnék összeveszni az eteke, vagy veletek, ez egy játék. Én és miért nézel rám, én is mi játszottuk sokszor. Soha Sok nem de tényleg, mi tényleg nem. Jó. Na, oké. Okay. Mindig Ti vagytok a vendégek, kezdetek ti. Bruno kézzem, kezdje. Me. Ja, majd, bocs, Sára, ne. <laughs> Akkor körbe <laughs> haladjunk. Akkor kezdte, te vagy a csaj. Ne, menjünk, Sára is úgy megyünk, na, kész, te vagy. De csak te olvasd el. Te vagy, és mikor ne nézd, igen. Átlátszik is. Nem Átlátszik, úgyhogy takarni kell. Ne nézed. Jó. Fú. Na. Sávalakire. Hát nem, először érmézzen, nem? Ja, nem, először nem, mutatni mutat, kell. nem, nem először először mutass akkor. Nem. Hát de kicsit gondolkozok, ha nem probléma. Szerint, faszik, betelik a kártyák, meg az adás időletedik, de... <laughs> Neked amúgy tudni kell, mi van ott a kérdés, nem? Tehát neki meg kell mutatni hát, a kamerának. Nem, nem ők se tudják. Ők se tudják, csak, csak nekik is kiderül. Nekik senki nem tudja most. Nenki? ez a jó. Igen, én írtam össze, értem szerint, nem emlékszem a kérdésekre, írtam 50 kérdést, tehát fingom nincs, hogy... Nem azért mondtam, hogy ki lesz írva a kérdést, akkor nem, az Nem lesz kiírva. Csak akkor tudják, akkor mi is meg tudjuk. Hopp! De várj, ki nem Mi ő ez? Én dobom. Ő én dobja. Ja? De azt mondta, hogy visszaverem. Mindig az dobja, aki csinálja, nem? Igen. Írás. A gyerekek, és most nem tudjuk meg, hogy Sára miért mutatott Bruno-ra. És ilyenkor az, hogy először majd az ember, nyilván ilyenkor a legrosszabbra Lekezőt, gondol. Agyon, persze. Persze. Tehát azt mondom, hogy Úristen Tuti azt mondta, hogy mennyire büdös vagyok. Én ilyenkor mindig direkt itt túlralgálom, hogy aztán ne tudod, hogy mi lett volna. Ez az. Lehet Na azt szerelem, nem már nagyon az sok. Azt volt később, kinek a legkisebb a fasza szerintem, és Tuti olyan a legkedvesebb, kb. ilyen kérdés. Ja, van, persze. persze. Na, szerelem, mutassál valakire mielőtt. Kösz, oké? Ez egy jó lesz. Ugye a kérdést kaptam, kinek a legkisebb a fasza. Kérdés, mutatás. Saj! el kell mondani. Na mi a kérdés? Hipokizik a legtöbbet. Jó, ez van Ez van hát, 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 ez Valint, ezt tudok tartani. Bevállalom, ez én vagyok, tényleg. Jaj, hát itt nem jön. is tudtál volna másra mutatni. Hát nem. Na, bruncsa. <laughs> <laughs> Szállat, ez valami köcsög dolog lesz, Tuti. Nem, igazából. Ellenőrizzétek le, mert hazudik. Írás. Írás. Na. Pedig ez tök jó, szemétség lett volna amúgy. semmi. Aha. Na, várjál. És magadra lehet mutatni? Ezt akartam kérdezni. Magadra nem tudsz mutatni, nem, hát, jó? Az, akkor miért tudom, hogy feldobod? Jó. Igazából kis, kipa, a kis klipáljuk Tudom én, hogy mit válasz magadra. mutass valakire. Ja? Lát. Oda vissza. És nem, és nem geciségből. Na. Fej, nem? Nem, írás volt. Akkor ja. nem mondom. Akkor mondod. nem de nem, melyik, melyik, a fej? A madár a fej. Az fej. Igen, ez az írás. És melyik van felül? Szám vagy? Ez a szám. Akkor hát, te nem mondani el kell elmondani, el. akkor Én megyünk meg Tem, Akkor megyünk tovább. Jó, jó hogy látod, hogy az ő találmánya, nem az enyém? Nem. Basztus, de elmondtam volna pedig ezt. E Azért ezek nem olyan durva kérdések. Amúgy ezt úgy van, egy hát van benne egyébként, egyébként ennek van tovább hogy az érme feldobáson belül, ha véletlen fej, akkor úgy lehet kiszedni a kérdést, akire mutattak, hogy tud egy satért feloldani egy kérdést hát most itt nem iszunk, én vagyok az, akkor tudjuk meg, hogy mi vagy, ne tudjuk meg. Írás. Nem oh, hiszem, te vagy, el, de... Valamit tudjuk, csak én mondtam. De hogy... Vagy erre van ilyen esély amúgy, azt hiszem, hogy így nem 50-50 amúgy a fej vagy írásának hanem utána kell nézni. De mi hogy nem? Nem 50-50, esküszöm. Arra ugye, de csinálok te ebből egy társast, amúgy akkor olyan, valami olyan anyag kell, ami pont 50-50, ezt -50, nem tudom, mi nem mindegy. Igen? Kicsikém. De magadból indultál ki, amikor írtad a kérdéseket? Többnyire. Rád mutatok nyilván, hogy mi eszembe jutott. De az, azért néz, én nem tudom elképzelni, hogy milyen esetben tudna rámutatni, vagy a szárára egyébként. Szerintem, hát szerintem, azért tudna. Na. És mert csak ott kell rám hogy bazd meg. Ki a legjobb, legtöbb időt a vécén? Hát az csak te lehet, a sok. <laughs> És az fura egyébként, hogy csak ilyeneket húzom. Fingó Én megkevertem ezt a paklit, tudod? Tehát a paklit meg van keverve. Uh. Na, jó kérdés akkor ezek szerint. Ú. Uh. Fú, de nehéz erre válaszolni. Hát az, azt fogok, igen. Nem mondod komolyan, hogy ennyit kell gondolkozni? Niko. Nikó. ma a játékot a kicsikét, és bízunk abban, hogy írás marad, és soha senki és Nikó érte végig idegeskedni fog ezen. És írás. De már! Tényleg az volt. És már nézi, tudod, hogy le, leáll a kamera, és így... Ennyi is ki! Nem már, ez annyira oh, rossz. nem mondja tudod de. El. El. Látod, és most jön az, és hogy most jön, jön. Az, a, a legrosszabb feltételezik is. Na, oké. Okay. Fú, amúgy ez is nehéz. Spontán Marci, random Kohed. Marci. Én? Ja. De amúgy hát több is lenne. Ha megmagyarázod Kösz. utána. Igen, több is lenne, de... Ja. Kés is ak. Az nem tudsz ilyet csinálni? Tessékből felmentett vagyok. Hú, Ez Na gyere! Na mi az? 50-es. Oh. De hát ez valami baj van az érmékkel. Sári lesz. Sári a következő húzona? De most ez új? Igen. Nem húzott még. Ne nézz, szeretnél. Jóly, Jó, bocsi! Elbírtad De véletlenül, esküszöm. Ne bú haragudj. Ő, oké? És pont aki látta, hát az de itt ne, a ne, ne kis. Nem olvastam, csak nem az nem első a magyarul se tudja. Nem? Nem. Mi van? Persze, magyarul se tudja. Kö volt az első betű. Igen. Na, rossz, rossz, hát, látod, nem is láttam. láttam. Na, o, is úgy Elkapod el, el, ezt? Elkapod ezt? Na. Jó, és akkor meg kell fordítani, és, és, és úgy? Írás. Nem hiszem el, de ezt mondom, hogy nem 50-50. De nem mondja, szerintem az a lényeg, te mondod, hogy mennyit játszottál erre. Ha fej, akkor lehet mondani. De mindig csak én mondom el. De nem írásnál hát szokott lenni, akkor mondjuk? Nem, nem mondjuk. de tudja, hogyha most megváltoztatjuk, akkor tudja, hogy akkor lesz. Igen, én lesz. most mindig kitartunk fel. emellett, pár tartunk, amíg, amíg nem hallunk valamit. Ki a leggusztus? Mi... Ezt hihetetlen is felolvassa el. Na jó, ezt léci vágjuk. Leggusztus szóval De nem, most összezavarodsz. Szerelmes. Szóval. Húzd még egyet, még egyet. Olvasd el. Tényleg, voltunk már egy ahogy voltunk egy castingon, és ott ezt kellett csinálj vágod, amúgy azért zavarodtál, mert csak 5 órával később vagyunk szerelmem, mindegy, és máshol. Mindegy. Na, és nem mutasd a sárinak. Nem nézem, én nem szoktam csalni. Meg hangosan se olvasd az is. Mert... Igen, mutasd valakire, szívem. De mindig csak rád Hát most mit csinálják? A <tot>, ott érem valami guztustalan dolog, nem? <coughs> és én mindig el kell mondjam. <coughs> nem, nem mindig érzem. ő mondja, Na mondjad. Na mondjad. Ki a leg? <coughs> <Kéne> <coughs> ki a leg? Mit? <tos> Bocsina. <tos> most mi? Bocsina. Most esélyt szét, ezért nem lehet két órás adás. Igen, igen. ki a? Na, mondjad már. Ki a legmegbízhatóbb? Ez az, ez mondjuk. Ez egy jó válasz. Adom, ez egy jó válasz. Köszönöm. De ezt majd levágott, hogy ne legyen ilyen Nem, hát ez nem Hogy ne legyen ilyen hülye. <suk> <suk> Lássák, amit én <ér>, látom. <suk> Na. Bakis részeket megvágjuk, Nyugi. Na. Te meg mindig a Igen, mondjuk egyébként, kapodik. egyébként. Nem, nem Négy vagy Négy falkozat, meglepő, nem úgy egyértelműen Igen. Eddig csak rád mutattunk el. Nagyon ja. kíváncsi vagyok amúgy, hogy ez mi. Fej. Na. Ez egy nem izgalmas kérdés szerintem. Ki tud a legjobban ordítani? Ja, de Bocsánat, te is tudsz. Ki te te tud a legjobban te is ordítani? Na srácok, ezért nem szoktunk ilyen játékot játszani. A nap végén egy ilyen kérdésből mindig, viszont játsszak ezt Viszont esetben. a Sára10 kuponkóddal most a legújabb társasunkat megtudják. <suk> <suk> Na, amúgy tényleg srácok, köszi szépen, hogy itt voltatok, szerintem nagyon jó dumáltunk, nagyon sok kérdés kimaradt. Itt most tényleg extra sok kérdés, itt házasság, gyerek, stb. mindenről lehetett volna beszélni. Eltelik egy kis idő. Visszajövünk majd. Visszajöttök, part kettő. Oh. Lehet, hogy változik a nézet, lehet, hogy mi fogjuk azt mondani, hogy van fiú és lány barátság. De lehet, hogy a csajok fogják azt mondani, hogy nincs. Ez lesz itt soha. És nem mindegy, egy vagy egy dolog, mint konklúzió, Férfiaknak mindig igaza van, szevasztok, csók! És nincs kompromisszum soha, nincs kompromisszum, Sziasztok.